Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Gomba Presszó hallgatóit innen az Isten hegyéről. Megint azt mondtad, hogy Bomba Presszó. Mindig Bomba Presszó. Bomba Presszót mondom? Igen. Gomba Presszó. G-vel. Gomba Presszó. G, mint Gajdos Otto. Gajdos Tamás. Gajdos Tamás? A Gajdics Otto és Gajdos Tamás. Ja. És melyikről akarsz beszélni? Hát a Gajdics Ottóról semmiképp nem szeretnék megemlékezni. De kicsoda. Hát, mert Tibi mondta adás előtt, hogy szeretne beszélni valakiről, és most nem tudom, hogy ez a kettő közül melyik. Gajdos Tamás. Gajdos Tamás. Gajdos Tamás. Ő a tévében mondó? Ő egy tévében ment, híradós, azt hiszem. De bemondó? Hát mi, már nincs egy bemondó. Hát de úgy, hogy csak egy ilyen, mi ez a... Ismerteti a híreket. Felolvassa, ami elé van megítve. Vagy valami szakértő? Nem, nem szakértő, nem. Hát nyilván szakértője jó pár dolognak, de... Tibi, képzeld el, hogy a te mikrofonod valamiért sokkal jobban szól, mint az enyém. És nem pontosan értem, hogy mi. Jó, most már ne piriszkál semmit. Á, Istenem, miért kell mindig átállítani? Azért kell átállítani mindig, mert hogy máshogy vettünk föl most. Igen. Amikor mentünk a tilosba. Figyelj, adok én magamra egy kis kakaót. Figyelj, tehát például... Elégedetlen vagy magaddal? Várj. Na, így már jobb lesz. Szerintem így lesz jó. Na jó. Kezdjük előről, vagy? Ne, semmiképp ne kezdjük előről. Köszöntél a hallgatókat? Köszöntem a hallgatókat. De közbeszóltam. De már korábban befejeztem. Mondtad, hogy ez itt a Bomba Presszó? Mondtam. Azt is, meg Istenhegyét is megemlítettem. Jó, van, én is köszöntök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Innen a 12. kerületből. Ennél többet nem árulunk el. Nem akarjuk, hogy itt csikoltozzanak a lányok az ablak alatt, meg bedobálják a nedves bugyiaikat. Vagy akarod? Én akarom. Ne haragudj, Tibi, hogy kettőnk nevében beszéltem. Én nem akarom. Ó, hát ha nem akarod, nem akarod. Jó, ha végülis te lakásod. Na. A te házad, a te várad. Akkor Gajdics vagy Gajdos? Már te se tudod. Már te magad sem tudod, hogy miről szeretnél beszélni, Tibi? Nem a Gajdos Tamás. Gajdos Tamás? Gajdos Tamás. Szerintem így hívják. És Gajdics Otto az és ki? És Gajdics Otto. Az ki? A Gajdics Otto az pedig a... Hát a NER médiában egy igen jelentős, idős szereplő, aki állandóan üvöltözik, mint a fába szorult féreg. Tehát, hogy ő nem tud... És nem vele vagy nem róla szeretnél beszélni? Nem, róla nem szeretnék beszélni. Én meg azt hittem, hogy róla szeretnél beszélni. Hát mégis beszéltünk róla is. Olyan sok embert ismersz, Tibi. Így a tévéből. Így a tévéből, meg az Indexnek nem a címlapjáról. Tudom. Na jó, akkor beszélj arról, akiről akarsz. Gajdos Tamás. Gajdos Tamás. Nem tudom kinek. Az a baj, hogy nincs, így, hogy nincs előtted az arca, egy meg jó. A... Figyelj, Tibi, én, ha most nekem valaki egy töltött pisztolyt szegezne halántékomhoz, és azt mondaná, hogy most mindent mondjak el Gajdos Tamásról, ami itt van a fejemben, akkor azt mondanám, hogy jóképű felolvasó. Ennyit tudok róla. Nagyjából, mondjuk sokkal többet én sem tudok róla, tehát nem is az a... Tibi, a legutolsó között említettem volna, hogyha ki kellett volna találnom, hogy kiről akarsz beszélni. Gajdos Tamás, figyelj, akkor viszont én meg simán beszélek Radics Gégiről. Jó, jó. És aztán a végén meg akkor Gajdics Ottóval lezárjuk. Ez lesz a fejtor potrak. Na jó, mondjad, mi van Gajdos Tamással? Mert hogy tegnap délutáni pihenésem között valahogy nem tudom, úgy forgolódtam, hogy azt hiszem a Live TV-re. Ja, azt hittem, hogy ráfeküdtél Gajdos Tamásra. Addig forgolódtam, míg ráfeküdtél és feljajdult. Hogy ráfeküdtem a távirányító, és valahogy a Live TV-nél. De ezt én nem vettem észre, mert akkor még pihentem. Értem. Csak aztán felriadtam. Hogy Jézusom, a Live TV. És... Van ilyen TV, hogy Live TV? Azt hiszem Live TV. Azt tudom, hogy van ilyen honlap, hogy live.hu. Az az Origónak valamilyen, nem? Én ezt nem tudom. Egy időben rendszeresen szemléztem adásba. Igen. Csak mondom. Csak nem árultam el, hogy honnan vannak az információim. Na mindegy, és akkor az volt, hogy egy nagyon kedves fiatal riporter hölgy, vagy nem is tudom, ő is csak lehet, hogy csak felolvasó. Igen. Hát beharangozta az interjút Gajdos Tamással. Hát akkor ő mégsem csak egy felolvasó. Hát akkor ő valaki, hogyha vele interjút készített, egy valaki. Hát jó, de ugye nem azért készítették vele az interjút, mert hogy... De mi volt egy ilyen műsor, aminek az a cím, hogy senkik egymás közt? Nem, ugye... vagy az volt a címe, hogy összegyűlt a szemét, megtalálta a helyét?
Egyébként nem tudom, miért gyalászkodok. Azt sem tudom, kiről beszélünk. Na, mondjad inkább. És az volt, hogy hát, hogy ugye az volt a hír, mert ugye ez a Live TV, ez ugye egy életmód magazin. Nem tudtam. Kezd eldőtűnni a hangom. Mert levettem egy kicsit a Fülesnek a hangját, mert idegesített, hogy ilyen hangosak vagyunk. És akkor arról volt szó, hogy hát, hogy Gajdas Otto ugye tavaly... Gajdics Tamás. Vagy Gajdos Tamás. Gajdos Tamás. Gajdos Tamás. És Gajdics Otto. Gajdics Otto. Ezt most már többen. Jó. Hogy hát, hogy tavaly a 60. születésnapjára... Gajdos Tamás olyan... 60 éves. Igen. Nem egy fiatal ember? De. Mi van? Na jó, mondd tovább. És tehát, hogy ez... Mert hogy én láttam az arcát, és hát egy jó 40-45 éves fiatalember képe úszott be egyébként a igen. képernyőre. Igen. És hogy Gajdas Tamás ugye tavaly 60 éves születésnapja alkalmából fogadalmat tett arra. Hogy idén 45 éves lesz. Nem, hogy azt hiszem, hogy nem, valami hány bajnokságot megnyer. Milyen bajnokságot? Nem tudom. Azt mondtad, hogy hány? Igen, hogy valahány bajnokságot ő 60. Évében meg fog nyerni. Legyen szó akármilyen bajnokságról? Legyen most szó akármilyen bajnokságról, de ez leginkább sport. Tehát, hogy... Az itt nem valami ennél valami különlegesebb. Nem, mondjuk ilyen. Tehát, hogy minél több sportbajnokságot megnyer a 60. születésnapjára. Hát nem is a születésnapján, a 60. évében. És a most pedig egy olyan fogalmat tett, hogy ugyan most 61 éves lett. Igen, és most mit akar megnyerni? És most úgy érezte, hogy... És most minél több fiatal lány szeretne kardérre hányni. Nem, most azt gondolta, hogy mint a kaszinóban, legyen dupla vagy semmi. Igen, most és kétszer annyi bajnokságot szeretne megnyerni. De ennek a mondásnak a méretét csak akkor tudnánk felmérni, ha végre kiderülne, hogy a 60. évében hány bajnokságot. Nyolc bajnokságot nyert, igen. Ez... Felsorolták-e taxatíve ezt a 8 bajnokságot? Nem vagyok. Milyen kaliberű bajnokságok ezek? Én azt gondolom, hogy ezek, házi bajnokságok? Hogy ezek ilyen nem országos bajnokságok. 8 darab országos bajnokságot nyert meg Gajdos Tamás. Igen. 60 éves korában. Igen, de jó, nyilván azt gondolom, hogy korosztályos szenior bajnokságot nyert. Tehát... Ő egy sportoló? Hát ő egy tévés. Tehát egy tévébemondó, vagy híradós egészen pontosan. Nem, Tibi, szerintem itt szörnyű keveredés van szerintem ebben a beszélgetésben. Én teljesen másra gondoltam. Én egy ilyen 30 év körüli tévébemondóra gondoltam. Ehhez képest egy 60 éves... Tévébemondó. Sportoló. Hát, nem sportoló. Akkor hogy nyert meg 8 darab bajnokságot, Tibi? Hát edzett. De mire? Hát erre a hogy ezt a 8-at megnyerje. De mondd el, milyen 8? Nem tudom, hát így taxatíve nem sorolták fel, de... De mi? Volt benne valami futkározás, meg talán evezés, azt hiszem, meg úszás. De nem sportoló. Hát nem sportoló. Nem sportoló, de nyert országos bajnokságot úszásban, evezésben, futásban. Igen, ilyenekben. Tibi, te most hülyeskedsz velem. Nem tudom, hogy most vagy az van, hogy tényleg álmodtam, de nem hiszem, hiszen egyébként éles emlékeim vannak, hanem ugye leginkább azt tűnt fel, hogy hogy tényleg egy fiatal emberről beszélünk, aki 61 éves. És hirtelen azt éreztem, hogy össze kell kapnom magam. Tehát ugye, mert én csak 58 vagyok. De, hogy erre szereted volna kifuttatni ezt a témát? Hogy láttál egy 61 éves embert, aki sokkal jobban nézett ki, mint ezerszer te? Jobban nézett ki, mint de én. Ezerszer, Tibi. Szerintem ezerszer. Tudod, hogy néz ki valaki, aki ezerszer jobban néz ki egy másik embernél? Lizuska. Hogy néz ki az az ember, akinél... Ezerszer jobban néznek ki mások. Igen. Lizuskám mondta, hogy az egyik barátja rászólt, hogy fejezze be ezeket a túlzásokat. Mindig a túlzás eszközével elő, és ezt szokta mondani, hogy 100-szor finomabb, meg 1000-szer találkoztam már vele, minek menjek oda, meg ilyesmi, és most erősen koncentrál arra, hogy ezeket megpróbálja levetkőzni a beszédébe. De nem beszéltek a gyerekeimről, mert hallgatják igen. az adásokat. Na szóval ezt akartam csak mondani Gajdos Tamásról, hogy... És nem tudod tényleg, hogy... De, és akkor idén 16 bajnokságot fogni? Idén 16 bajnokságot. Jövőre 32. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy annyit a túlzásba már nem viszi. Gajdos Tamás... De hogy mondta, hogy... Szerinted, gondolom a beszélgetésben ez nem merült föl, de ahogy beszélt, úgy az intelligenciája szerinted elegendő ahhoz, hogy felmérje azt, hogy a hatványfüggvény az milyen kurva gyorsan emelkedik. Nem, egyébként meglepően intelligensen beszél. Tényleg? Igen.
Nem, és nem volt beképzelt. De 3 év múlva 64 bajnokságot szeretne nyerni? Nem gondolnám, hogy minden évben megduplázza, tehát ezt most ilyen kivételként mondta. Én szerintem 64 évesen elégedett lenne, ha... 64 évesen 64 bajnokságot fog nyerni. Az igen, meg 60, jó, legyen így. Hát ez ennyit. Ez volt az egyik témád. De miért, Tibi, figyelj, szerinted nyilván csak az arcát láttad. Nem, mutatták, hogy sport, vagy edz. Ja. Ja, hogy nem a fizimiskája látványa. A fizimiskája is. De az ébreszted benned egy ilyen kényszert arra, hogy te is egy kicsit foglalkozzál magaddal, vagy az, hogy ő egy ilyen mérhetetlen sportteljesítményt tett le az asztalra? Nem, a sportteljesítmény nem érdekel. No sport. Nem, maga a sport, igen. Tehát az edzés. Az edzés, mint életforma. Na jó, az edzés, mint kultúra. Oké, jó, de nem emiatt estél össze, hanem azért, hogy nézd már, bazd meg, hogy egy tizenvalahány évvel fiatalabb, vagy nem, várja, nem. Nem, hanem hogy egy 3 évvel idősebb ember 14 évvel fiatalabbnak tűnik, mint te. Igen. Tibi, szerinted van, szerinted hogy néz ki egy 58 éves ember? Nem tudom, hány annyi féle. Meg kéne néznünk néhány 58 éves embert. Szünetben összenézünk, vagy jó. Összekeresek neked majd meg fotókat. Nézd meg Gajdos Tamást. Gajdos Tamást is meg fogom nézni. Hogy kell? Ja, persze, beírom, hogy született ezer. Mikor születtél? 61. 61-ben? 61-ben. Nem, és akkor legalább megnézzük, hogy a korosztályod hogy néz ki. És ahhoz képest te most jól tartod magad, vagy nem. Nehogy már ilyen, egy ilyen, nem kaszanova, hogy mondják, ezt nem ki, ilyen idősebb, de hajkurásza a nőket? Nem Bon Vivant. Ne. Azt különben sem tudom, az Bon Vivant? Bon. Vagy Bon Bon Vivant? Bon Vivant. Bon Vivant? Bon Vivant. De abban, ez egy összetett szó. Csak ez, tehát az Iván, az szerepel benne? Szerepel az Iván, de nem az, hogy Bon Iván, hanem hogy Bon Vivant. Mert ugye ez egy olasz eredetű tehát szó. Tehát akkor nem egy összetett szó, amiben nem. Az Iván a második tag. Nem, semmiképp sem. Ez egy olasz szó? Én úgy tudom, hogy olasz eredetű szó. Nekem a Bon Vivant az olyan volt eddig, mint mondjuk a Mágnás Miska. Tehát, hogy... Jó, a Mágnás Miska nem összetett szó, de... Hát, hogy ez egy ilyen karakter. Az. Na de jó, de ilyen magyar operett karakter, és az Iván szó szerepel benne. Nem. Nem? Nem, nem, nem. De kétség kívül a zenés műfaj egyik típus karaktere. Akkor mi a Bon Vivant? Az, aki a nő kedvence, nem? Ilyen jó képű. Ilyen sármőr. Aki úgy viselkedik, mintha nem lenne holnap. Vagy ez nem? Az más? Nem. Az szerintem teljesen Tibi, más. Ha egy összetett mondatban le kéne írnod, hogy mi a Bon Vivant, az mit mondanál? Vegyük végig de már ez is az operett világából van, ugye? Bár szerintem igen. Ott van a legtöbb belőlük. Hát szerintem mindenképpen az operett színház. Jó. Tehát ha azt mondaná nekem valaki... Művészbejárójánál kellene várakoznunk, hogy találkozunk egy Bon Vivanttal. Hogy kaphassak egy autogramot Bon Vivanttól. Akkor ott kéne várakoznom. Na, igen? Tehát mi a Bon Vivant? Ki a Bon Vivant? Hát, figyelj, amit tudtam, elmondtam. Akkor vagy nem figyeltem, vagy nem mondtál semmit. De hogy egy jó képű, ezt mondtad? Hát, hogy nyilván egy jó képű. Egy betegesen egy jó képű. Egy nagyon sármos, a nőket vonzó Tibi, például karakter. Mondjad, ki volt a leghíresebb Bon Vivant? Kibéri Ervin. Hát nem. Nem Kibéri Ervin. Ne, nem. Bilicsi Tivadar. Bilicsi Tivadar. De mi a baj a Bilicsi Tivadarra? Én akkor már Jávor Pált mondanám. Jávor Pál, azt kerestem, Jávor Pál. Jávor Pál, ő Bon Vivant volt? Szerintem ő Bon Vivant lett volna, hogyha az operetben szerepel. De lehet, hogy szerepelt is. Biztos, nem hogy tudom. Szerepelt. Hát figyelj, Jávor Pál biztos, hogy szerepelt a Malica grófnőben, nem? Mert ez Bilicsi Tivadar volt? Mondjuk Bilicsi Tivadarról nem tudom, hogy milyen volt fiatalon. Nem, ő öregen született. Mondom, volt egy hely, van egy hely, valamelyik csakra nyilván a Földön, ahol nagyon, később nagyon híres emberek öregen születnek. Gobbi Hilda, Bilicsi Tivadar. Major Tamás. Major Tamás. Páger Antal. De ne ragadjunk te csak Magyarországnál. Igen. Winston Churchill, és még kurva sok ember. A David Attenborough is ott született. Igen. 70 éves korában. Van egy ilyen csakra, előbújnak öreg emberek, és rögtön híresek lesznek. Na, de hol tartottunk? Bon Vivant. Mi van még?
Naiva. Nem, a naiva az nem. Az is szerintem. Mondja nekem ilyen operett karaktereket? Operett szerep köröket. Nem járok operettbe. Nem azt mondtad, hogy te régebben jártál operettbe? Nem, operába jártam. Ja, ja. Gajdics, Gajdos, tévé. Nem mindegy. Én kimondottan utálom az operettet. Az operában nincs bombiván? Az operában nincs bombiván. Én ebben gyakorlatilag lemerném tenni a nagy esküt. Ott tudod, ki van? Tenor. Nem, valami, egy másik Iván. Hogy hívják a híres balettművészt? Milyen Iván? Markó. Markó. Iván ő? Markó Iván. Markó? Markó. Markó Iván. De igen. Furcsa. Mi menne a furcsa? Nem tudom. Kimondtam ezt, hogy Markó Iván. Markó Iván? De na, akkor ez különbözteti meg az operát az operettől, hogy az operában Markó Iván, az operettben Bomb Iván. De Markó Iván balett táncos volt, tehát nem operában. De az operában táncolt. Nem. Nem volt az operáz tánckorának a tagja? Soha nem volt az operaház tánckorának a tagja. Az annyi kurva úristen itt. Hát akkor mi volt? Hát ő... Hol táncolt ő? Hát, szerintem az operában táncolt. De hogy is? Franciaországban táncolt egy nagyon híres francia táncos csoportjába. Táncos. Francia táncos. Francia táncos. Ne ragaszkodjunk Tibi a helyes kiejtéshez. Ez adjuk meg másnak. Majd amikor hazajött, akkor megalapította a saját társulatát. De ő a Győri Balett, vagy a Pécsi Balett, vagy a Szegedi Balett? Azt mondta Győgyi. Nem. Szerintem rossz a füled. Francia táncos és Győgyi Balett. Rossz a füled. Miért nevetünk ilyen hülyeségeken, Tibi? Ő a Győri Balettet alapította. A Győri Balett, persze. Markó Iván Győri Balett. Igen. Az operában más. Az operában a hulladék táncol? Nem, az operán... Hát az operában ugye... Remélem, van hallgatónk az operaház balett táncosai között, akit most lehulladékoztam. Nyilván nem tudom, sose láttam. Hát ugye, miket játszanak az operában? Operákat. Így van. Abban a csak... hattyúk tava. Mi van bele? Azt játsszák az operában. Igen. Mi nem játsszák az operában? Hát én nem tudom. Hát nem most, de hogy hát odavaló, nem? Tibi, a hattyúk tavát nyilván az operaházban játsszák, ha játsszák. Hol máshol játszanak? Hát, bárhol lehet játszani. Tehát nem. Hol van megfelelő színpad. Világítás, meg hangosítás. Tehát a Vígszínházban is beleférhatjuk tava. De nyilván nem szokták. Értsed már, amit mondok. Nyilván hol képzeli az ember a hattyúk tavát el? Nyilván az operaházban. Nem, olyan csak balettház. Jó, én láttam máshol. Ugye Moszkvában. Jó, hagyjam, az is egy, nyilván egy operaház volt. Nem operaház volt. Az... Balettház volt? Nem, az a valami kongresszusi központ. Kongresszusi központ, hagyjál már békén. Honnan jutottunk el idáig, Tibi? Hát Gajdos Tamástól. Gajdos Tamástól. Na, szóval, hogy majd megnézzük a szünetben. Nem, ma utána beszéltünk valamiről. Nem beszéltünk utána már semmiről. Bombiván. Hagyjuk ide a Bombiván. Hát, hogy hívják az idős, mert hogy nem tudta, nem jutott eszedbe, hogy hívják az idős, azokat az idős férfiakat, akik után bomlanak ja, a igen, nők, igen. És ők az a Bombiván. Is. Hát nem. De az a, ja nem, az nem, nem, az a fiatal. Az a fiatal. Az idős, az más. De ezt meg sose fogjuk megtudni. Biztos van ilyen honlap, ahol ezt meg lehet nézni. És a Bomb Ivánnak mi a női megfelelője az operetben? Mondom, nem járom ja, operetben. Ja, te operában jársz, bocs. Ezt nem veled fogom megbeszélni. Na jó van, Tibi, figyelj. Életemben nem láttam operettet. Tévében nyilván láttál. Jó tévében. De mondd majd, nem láttad a Mágnás Miskát, meg a Marica grófnőt. A Marica grófnő szerintem nem. Hát miért, Tibi? Mi gyerekkorodban nem nézzetek tévében? Hát, szerintem egymás seggébe lógtak a Mágnás Miskát azt... operettek. Azt... Miről szól? Még tudom én. Szerintem abban szerepelt Latabár Kálmán, vagy Latabár Árpád, vagy mind a kettő. Vagy mind a kettő. Figyelj, a Latabár Árpádnak lenni... Jó, ezt most hagyjuk. Most ne. Na jó, van, tényleg. Ő is híres volt, mint a Kálmán. Nem volt annyira híres. De nagyon híres volt. De nem volt annyira híres. Hát nem úgy volt annyira híres, mert ugye ők nagyon sokáig párban léptek fel. Tényleg. Igen, és Európa színpadán ők kimondottan egy híres párosként jelentek meg. Ők nemzetközi hírnévre tettek ők szert. Nemzetközi hírnévre tettek és mivel léptek fel? Olyan volt, mint a Rippel fivérek? Nem tudom, akkor még nem éltem. Tibi, nyilván akkor sem éltél, amikor Julius Cézár mondta híres mondatát, mégis tudod. Jó, de hát énekeltek, táncoltak, bohóckodtak. Igen? Ilyesmi, igen. Te szereted Latabár Kálmánt? Én szerettem Latabár Kálmánt. Én is szerettem Latabár Kálmánt. És érdekes mondom, Latabár Árpád viszont egy teljesen jellegtelen figura volt.
totálisan jellegtelen figura. Igen, hát igen. Érdekes lehetett. Milyen volt a viszonyuk, nem tudod? Nagyon jóba voltak. Jóba voltak? Aha. De mert összeforrasztotta őket a színpad? Vagy azért, mert testvérek voltak? Meg testvérek voltak. Szerintem ez sokat számított. Latabár. Vannak még latabárok? Van, persze. A fia is latabár. Van még latabár? Van, persze. Azt tudom, hogy igen, a fia is egy jellegtelen. Az összes érdekességét az jelentette, hogy nagyon hasonlít a tapogájára. És van a fiának is van egy fia, aki szintén azt hiszem, hogy ugyanezt a pályát választotta. Ezt a... Na, mire gondolsz? Hát ez az operett. Igen? Így tudom. Tehát Latabár Kálmán unokája a Fővárosi Operettszínház tagja? Hát azt hiszem. Ahol a főrendező erőszakolja szubretteket? Na, miket tudsz? Szubrett. Egyébként nem tudom, hogy ki mit csinál egymással, csak mondtam egy mondatot. Szubrett, az mi? Szubrett, az biztos, hogy egy... Tehát szerintem az a fontos, csinos hölgy. A fontos, csinos hölgy? Ki? A vezérigazgató, a vezérigazgató titkárnője? Nem, a főszereplő. A főszereplő? Szerintem az a Szubrett. Igen. Filmát, Tibi, a Bon Viván az nem a hős szerelmes? Nagyon jó. Lehet, hogy a Bonv a hős, az Iván meg a szerelmes. Vagy fordítva. Már ugye olasz. Olasz, ja. Sose lehet tudni. Furcsára kell a szavakat egymás után. Tibi, belekezdjünk-e az adásba? Elárulom neked, hogy annyira hihetetlen, de annyira profik vagyunk, hogy 22 percet sikerült már rögzítenünk. Jó, bevenne van a mikrofon próba is. Na, megnézem, Tibi, milyen szolgálati közleményeink vannak, mert úgy emlékszem, hogy van köztük valami. Neked van-e valami? Nincs. Miért örülök ennek? Ebből ne csináljuk már rendszert. Jó. Semmiképpen nem szeretném az, hogyha most egy ilyen inflexiós pont lenne ebben a folyamatban, és most már úgy nézne ki, mintha ez neked valamilyen ilyen show elemet lenne, hogy neked semmiféle szolgálati közleményed nincsen. Jó, térjünk vissza oda, hogy legyen. Jó. Tehát bármi, ami történik veled, ami az adással kapcsolatos, az mind ebbe a blogba kell, vagy belekerüljön. Jó. Történt ilyen? Nem. De te is elmesélhetnéd például, hogy a Tilos Rádió születésnapján milyen az odafele vezető úton, meg ott is milyen nagyszerű élmények értek minket. Már hallgatók szempontjából. Mondd el te. Jó. Lehet ez a te szolgálati közleményed. Átadom neked ezt a szolgálati közleményt. Köszönöm szépen. Tessék. És akkor én felkészülök a többiből. Jól van. Mondd el a maradék 40 milliárd hallgatónak, hogy miről maradtak le. Egyrészt nekünk csodálatos élményben volt részünk. Mert ahogy ugye balaktunk a Hősök teréről át a Dürer kertbe, megünneplendő a Tilos 28. szülinapját. Jévük születésnapját. Születésnapját. Hát valahol ott a... Hát most hogy nehéz már megmondani, nehéz hogy megmondani, hol, mert össze-vissza van feltúrva, szerencsétlen város. Ott az új játszótér környéke. Vagy én nem tudom. De mindegy, szóval a Városliget kellős közepén mondjuk így. Szerintem akkor nem tévedek. A Vadonban. Hát gyakorlatilag, hát... Messze minden lakott településtől. Igen. Mi történt velünk? Jött szembe velünk egy szimpatikus házaspár. Nem, egy család, Tibi. Egy család. Azt akarom, egy gyermekkel. A házaspár gyermekkel, annak van egy gyűjtőneve, család. Egy család. Neked feltűnt, az egy mindig egy nagyon érdekes kérdés, nem. Az egy mindig egy nagyon érdekes helyzet, amikor valaki jön veled szembe, akit te nem ismersz, ő ismer téged, és mikor... lesz világos előtted, hogy meg fog szólítani. Hogy ők akarnak valamit. Igen. Mert meghallgattam a felvételt, és azon az utolsó pillanatban. Nekem az utolsó, azt hiszem másfél méteren. Nem, Tibi, neked az utolsó utáni pillanatban. Mikor én már beszélgettem velük fél órája, te akkor szembesültél azzal, hogy itt emberek vannak előttünk. Nem, én egyiket láttam, ahogy közeledtek felénk mosolygós arccal. És integettek ki zászlókkal. Na jó, igen, ne haragudj, hogy félbeszakítottanak. Találkoztunk egy egész gombapresszó hallgató családdal, melyből az a család összes tagja hallgatja a gombapresszót. Egy elég kisméretű gyermek volt, aki egy szerintem... Gyerolerező... Három-négy éves? Nem, olyan 6-7. Nem mondod? De. Szerintem kisebb volt. De. Kisebb volt, csak okos szerintem. Hát mint minden gombapresszó hallgató. De az is lehet, hogy 8-os volt, csak nem annyira okos. Nem igaz. Nem viccelődünk, gyerekek, hallgatók. A hallgatók gyerekek. Nem, szerintem egy 5-6 éves. Minimum 5-6 éves. Három kerekű biciklije volt. Nem, rollere volt. Ja. Te a rollerjét nézted? Nem, csak meg felismerem. Na szóval, és az a baj, hogy most azért húzom, halasztom az időt, és próbálom a végtelenségig nyújtani, mint a mákos tésztát, vagy mi? Rétes tésztát.
mert hogy eszembe kéne, hogy jusson a neve a hallgatóknak, de sajnos nem jut eszembe, mert hogy én már egy ilyen öreg ember vagyok, aki elfelejti az másik embereknek a nevét. Na, szóval egy egész család jött velünk szembe. És mint kiderült, ők voltak azok, akik engem megfigyeltek éves rendes balatoni nyaralásomon. De akkor nem mertek közeledni. Nem mertek, nem, vagy nem akartak. Jó nevetségük okán ezt nem tették meg. Na jó, egyébként... Úgyhogy nagyon jól elbeszélgettünk velük. De egyébként ez a része annak a szombat volt a péntek? Ez péntek este volt. Péntek este, a péntek estének ez a része, ez meg van örökítve, és ezt én kiraktam kérlek szépen a Patreon oldalunkra. Tehát aki szeretné meghallgatni azt a közel 30 percet, amíg a Hősök teréről elérünk a Falamén utca valami, a Dürer kertbe, akkor azt a felvételt meghallgathatja. És ebben ott van benne az, ahogy találkozunk ezzel a, hát szerintem talán a világ egyik legszimpatikusabb családjával. Mondhatjuk ezt? Mondhatjuk ezt. Nem sok olyan család van, hogy a család összes tagja hallgatja a Gombapresszót. Mert mint kiderült, a kisgyermek is hallgatja. Ezt nem biztos, ezt majd meg kéne hányunk vessük, Tibi, hogy akarunk-e nem lakatot tenni a szánkra, hanem mit csinál az, aki figyel a szavára? Mit tesz a szájára? Semmit. Már szerintem semmit. Nem tesz semmit. Jó, hát nem tesz. Hogy nem akarok én figyelni a szavamra, hogy mit mondok meg, mit nem. Tehát én azért nem biztos, hogy támogatom azt, hogy fejlődésben lévő gyermekeknek szókincse világképe most van kialakulóban, hogy én felelősséggel tartozzam amiatt, hogy esetleg megrekednek egy szinten. Azért, mert rendszeresen ezt a hülyeséget vagy hallgatják. Vagy tovább lépnek egyébként. Vagy hogy már túl is lépnek rajtunk. Igen. Jó, ugródeszkának nem rossz. Jó, de én azért mégis azt kérem, azokban a családokban, most akkor azokhoz a családokhoz fordulok, mely családokban a gyermekek is hallgatják ezt a nagyszerű műsorfolyamot. Erős, szigorú, következetes szülői felügyeletet kérek. A gyerekek önmagukban ne hallgassanak Gombapresszót. Én, ha gyerek lennék, mondjuk egy 5 éves gyerek, nekem azért súlyos kérdések merülnének föl ezt a 2 órát hallgatva. Mindig legyen a gyerek mellett valaki felelős felnőtt, aki ezekre a kérdésekre tud válaszolni. Egyrészt kicsalogatja a gyerekből a kérdéseket, mert a gyerekek nem mindig mondják el, amit gondolnak. És akkor, ha belejük szorul, akkor mi lesz? Egy frusztrált, egy felnőtt, egy pszichopata lesz esetleg belőle. De azt meg nem szeretném. Azt meg kurvára nem szeretném. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mégiscsak vagy egy bizonyos életkor alatt ne, vagy pedig mondom akkor csak úgy, hogy mindig kéznél legyen valaki, aki ezekre a furcsa kérdésekre meg tudja adni a választ. Na, de ezzel nem ért véget az est. De ezzel nem ért véget. Úgyhogy ide húzzuk az időt. Mert hogy utána... Miután kikapcsoltuk a mikrofon, mi történt? A Dürer kertbe. Egyébként kurva sok minden történt. Nagyon sok minden történt, de ami szolgálati közleményként ide tartozik. Igen, ez még ez a blokk. Az, hogy találkoztunk megint csak egy nagyon szimpatikus... Már megint. És hát egy Szlovákiában élő magyar hallgatóval. Nagyon szimpatikus és szlovák. Szlovákiai magyar hallgatóval, aki Párkányban. Szlovák létére meglepően szimpatikus emberre. És nagyon jó beszél magyarul. Mert Szlovákiában élő magyar, te szerencsétlen. Azt mondtam. Hát akkor miért lepődsz meg azon, hogy jó beszél magyarul? Ez az anyanyelve, könyörgöm. Ez az anyanyelve. Persze. Akkor miért mondtad, hogy meglepően jól beszél magyarul? Na, ebből hogy jössz ki? Engedem. Már vicceltem. Ja, vicceltél. Ja, jó. Na, ezért kell a gyerekek mellé felnőtt. Na, igen. Ennyi. Tibi, bontsad már ki. Hát kibontottam. Nincs adástémánk, Tibi. Másfél órát ki kell töltenünk. Nem. Milyen emléked maradt meg? Miről beszélgettünk például? Hú, de nyomja a fülemet. Jaj, Tibi, ezt nem is mondtam neked. Megcsináltad a fülemet? Megragasztottam a... Szemüvegedet. Látod, ez hajlik. Ez nem. Ez csak törik. Mert azt mondtad, hogy ez lehetetlenség megragasztani. Nem, azt te mondtad. Nem, ezt te mondtad. Én mondtam, hogy én segítek. Nem, azt mondtad, hogy ezt nem. Nem ezt mondtam. Ajajajajajaj, és eltört a másik. Ó, hogy rohadnék meg, letört a másik fele. Ó, basszus. Jó, akkor ezt most lerakom, kész. Annyira bénán bánsz a szemüvegekkel, hogy valami elképesztő. De, Tibi, ezt is meg fogom ragasztani. Pillanatnyi kétséged ne legyen felől. Nem, így látom, hogy belevágtál a másikba, akkor már nyilván ez is menni fog. És jobb is ez, mert nem nyeklik-nyaklik. Hát nem. Megragasztottam stapírra. Én nem tudom, mennyi ragasztót raktam bele. Na, jó, örülök is, hogy eltört a másik fele. Jó. Na, menjünk tovább. Hát meghánytuk, vetettük Szlovákia helyzetét, mennyivel járnak Magyarország előtt, miért van az, hogy annak ellenére, hogy Szlovákia 100 millió kilométer fényév távolságban előttünk jár már a fejlődésben,
hogy ő mégis Magyarországra jár dolgozni. És így viszont tovább. És így tovább. Igen? Szlovákiában él. Hát ez. És ő... Párkány, jól emlékszem? Párkány. És ő kérte azt, hogy esetleg mi lenne, ha szentelnénk egy nagyobb blokkot a... Minek? Határon túli magyarokkal való foglalkozásnak. Új, emlékszem, valami ígéretet tettem. Igen. Egy határozott ígéretet tettem ez ügyben. Ez ügyben? Ez ügyben, igen. Mondod, hogy hogyne. De mit mondtam? Milyen felvetéssel mondtam határozott igent? Hát erre, hogy foglalkozzunk. De hogy lesz egy külön adás ennek? Hogy... Vagy hogy egy kicsit azért forduljunk már a határon túl élő magyar honfitársainkkal is. Honfitársaink ők? Hát sok szempontból nem. Hát nem. Hát magyar testvéreink. Magyar testvéreink. Magyar testvéreink. Hiszen ő már a második, akivel. Nem mondod. Ki az első? Hát... Igen. Bobby van. Kivel találkoztunk? Nem tudom, de ezért ültem. Aki... Finnországban él? Finnországban élő. De ő például... Ó, az is egy micsoda tanulság volt. Hogy bár Erdélyben él... Hát nem Erdélyben. Nem, hanem pont az, hogy nem. Romániában élő magyar, igen, testvérünk, de nem Erdély. Igen. Hanem Szatmárban. Mert aznap este nekem az volt a legnagyobb tanulság, vagy nagy tanulás, hogy Szatmár az nem Erdély. Az nem. Jó, hát jó, mindig tanul az ember. Persze. Na, úgyhogy... Tibi, ne hallgassuk kell már még el. Néhány vajdasági ismerős. Na, de nem tudom, észrevetted-e a mintázatot, Tibi? Igen. Hogy nem volt az annyira vicces, amikor én mondtam, hogy a közönség találkozót egyesével fogjuk megrendezni. Tibi, hát már hánynál járunk? Hát már lassan végeztünk az egész hallgatósággal. Megint megvolt. Megvolt egy család, meg egy ember. Tök sok van. Én lehet, hogy szeptember közepén találkozom még kettő hallgatóval. Nem mondod. De bizony. Osszuk szét, mert nem akarom, hogy mind a kettőnknek ilyen sok feladata legyen. Na jó van, Tibi, azért még mesélj már el, hogy milyen elképesztő sikerem volt a Dürerkerben aznap este. Ja, és hát... Ne nekem kelljen már az Isten szerelmére elmondanom, hogy mekkora fasz a gyerek vagyok. Hát egyrészt ugye... Egyrészt mi? Te tervezted azt a gyönyörű szép... Jó, hát nem kell elmesélni. Újra gondolt tilos rádiós logót, amit egyébként nagyon népszerű és sikeres pólókra nyomtattak, de... Sikeres pólókra nyomtatták, igen, rá. Jó, Divi, rosszul fogalmaztam. Divi, azt vettem észre, hogyha magadra hagylak a beszéddel, akkor előbb-utóbb elveszíted a fogalmazó képességet. Dehogy, ugye a színpadról ezt gyakorlatilag a tilos születésnapjára érkező ünneplő közönséggel megosztotta hát a műsorvezető. Tibi, az csak egy következmény volt, hát a lényeg az, hogy gyakorlatilag úgy volt, hogy kimentünk a Dürerkertbe, és mikor kiderült, hogy én vagyok az, akkor vállára vett a tömeg, kiszabadított börtönömből, és a vállán elvitt hova? Hát a hátsó kertbe. Hátsó kertbe. Na, szóval, hogy rengeteg elismerés és gratulációt kaptam, de azért ez sikerült átfordítanom egy negatív gondolatban, azt említettem is neked, hogy hogy a picsában van az, és itt a picsa szó az adekvát, hogy már annyi elismerést kaptam. Tehát tényleg több olyan munkám is volt az elmúlt időszakban, melyre tényleg csak az jött, hogy te Tamás, hát ez elkép, hát te vagy itt a legjobb a világ, és soha még egyetlen egy munkát nem hozott egy sem. Ez a furcsa. Ezen méláztam Tibivel, de nem tudtál te sem megoldást mondani erre. Nem. Magyarázatot nem találtunk. Magyarázatot semmi. Én azóta sem. Na jó van, Tibi, akkor ez volt a Tilos Rádió 28. születésnapja. Másnap én ki akartam még menni, sőt, ígéretem is tettem valakinek, hogy kimegyek, de aztán nekem el kellett mennem az Örkény Színházba. Ott volt munkamegbeszélésem. Babus eredt pénz, de mindegy. Meg aztán még este 8-kor a Zuhogó eső dacára végignéztem az Örkény Esztrád koncertjét. Mert minden évben az Örkény kertben kerül megrendezés. Az Örkény kert, hát most már nem akarok részletesen elmagyarázni nektek, hogy miről maradtatok, nem, lemaradtatok róla, ez most volt szombaton. Mindenféle színes programok úgy a színházban belül, mint a színház előtt kint a Madách téren, és a Madách téren például az egyik ilyen koncert volt, ahol az Örkény Színház színészei felléptek, és mindenféle dalokat énekelnek elő. Nem elő, hanem adnak elő. Adnak elő, és énekelnek el. Az egyik csúcspont, két csúcspontot tudnék megemlíteni. Nem akarok az Örkény Színházról úgy beszélni, hogy Mácsai Pálnak baja legyen belőle. Képzeld el.
De hát ne, de figyelj, én azt gondolom, hogy ő nem szorul rá az én védelmemre. Nem, én azt gondolom, hogy nem ettől fog ő esetlegesen. Vivi, ugye van a budapesti színházaknak egy ilyen furcsa helyzete azért mostanában. Hát, hogy a világ egyik legtahóbb embere osztja szét a pénzt köztük. Úgyis, mint Arlós István. Ezt nem szégyellem, ezt, hogy ez a véleményem, ezt mondom. Milyen jó, hogy nem az adás első jó, bezár. Szóval, hogy szerencsétlen színházvezetőknek azért olyan furcsa, hogy mondja, hogy hívják ezt a helyzetet? Nem róka fogta csuka. Nem is a szegény lány esete, aki hozott is ajándékot, meg nem is. De érted, miről beszélek? Értem, persze. Tehát, úgy kell megmaradniuk becsületükben, hogy hát, hogy a pénzért mégiscsak meg kell küzdeni. Hogy a pénz meg kell, és nem neki kell a pénz, mert nyilván nem a színház vezetőknek a pénzéről van szó, hanem a színház működtetéséhez szükséges pénzről van szó, és nyilván úgy Mácsai Pál, mint a többi színház vezető, nem a saját népszerűségét félti, hanem a színházat, melynek vezetésével megbízták őket. És olyan felelősséggel tartoznak, és felelősséget éreznek a társulatért, a műszakért, a repertoárért, a budapesti kulturális életben betöltött szerepéért a színházuknak, hogy ezért, hát bizony, hát hívjuk kompromisszumnak, de itt azért többről van szó szerintem, de ennyire nem látok bele a mélyében ennek, de hát minimum kompromisszumokra van szükség. Tehát például bizonyos dolgok nem kimondására. Na most, de miért mondtam ezt el ilyen hosszan? De miért? Ennek két oka is van. Egyrészt a teljén a műsoridő, a másik pedig az, hogy ezen a koncerten, hát itt most nem volt tematika, hát itt gyakorlatilag teljesen szabad volt a dalválasztás. Ezek már előre megírt népszerű dallamokat énekeltek. Tavaly volt ugye évfordulója 1968-nak, ezért csupa olyan szám volt, ami 68-ban született. Na mindegy, idén nem volt ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy minden színész saját maga választott, és aztán Mácsai Pál és még néhányan összeültek, és megszerkesztették a koncertnek a miét. A repertoárját. Te most nyitott szemmel, alszol, vagy érdeklődsz? Ne érdeklődöm. Jó. Hiszen nem voltam ott. Na, és furcsa módon már talán a harmadik vagy negyedik szám mi volt? A Listen to Your Heart című, nem tudom már, hogy hívják, ki adta elő, valami svéd zenekar. Mondjad már nevüket. Roxette. Honnan vált híressé ez a dal? Mikor érte második virágzását ez a dal? Hát ugye 1989. De nem 90. Ez az érdekes, hanem... A Fidesznek volt a kampánydala. A kampánydala. És mind a mai napig, ez azért, aki akkor élt, és már volt neki esze, tehát figyelte az eseményeket, így marad. Te is, ha meghallod, akkor ez jut eszedbe először, nem? De ez jut. Tibi, a sztori szempontjából. Ja, de igen. Nekem mindenképpen. És nekem úgy nem nagyon tetszett. Ja, még azt elfelejtettem mondani, talán a tavalyi Örkénykert esetében már mondtam, amikor akkor volt adás, hogy például az egyik ilyen szerintem kompromisszum, hogy a hetedik kerület az? Hetedik. Hívjuk hetedik kerületnek, jó? Hogy a hetedik kerület polgármestere kitüntetett szerepet játszik az Örkény Színház Örkénykert programjaiban. Úgyis mind a koncerten gitározik. De ő mondja a szöveget, mond, beszédet mond, és aztán a koncerten egy-két számot gitározik. De már ezt miért mondtam el? Ja igen, hogy ez is egy kompromisszum. Szerintem. Nyilván. Szerinted is? Persze. Megkülönben szerinted nem engednék a közelébe se a rendezvénynek? Hát azért csak oda engednék. Hát oda engednék nyilván, de hát... Jó, nem tudjuk. Na, lehet, hogy egy végtelen jó gitáros. Na, de miért mondom? Miért? Na, de miért mondod ezt? Hát már olyan hosszú lére elvesztettem, hogy elfelejtettem, onnan indultam ki. Na, hogy a Listen to Your Heart. És akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy ezt egy kicsit nagy kompromisszumnak érzem. Olyan, nem tudom, hogy... De hogy úgy is hangzott? Már hogy? Hát egy az egybe volt előadva. Tehát nem az volt, ja, hogy nem az volt, hogy a színpad bal oldalán és a jobb oldalán két kurva nagy idézőjelet mutattak föl színészek, hanem előadták a számot úgy, ahogy az meg volt írva. Valamelyik színész elénekelte, nem tudom már ki. De aztán utána, de és akkor most mondom, azért most válik világosan számodra, hogy miért óvatoskodok itt. Én tudatos szerkesztés érzek a számválasztás és a számok sorrendjében. Ezután rögtön egy URH számot adott elő Csákányi Eszter, a Szavazz rám című számot. Nem tudom, mennyire van előtted ennek a számnak a szövege. Ez nem egy kormánypárti dal. Nem. De hogy mindig az aktuálisan nem kormánypárti. Például olyan a legendás sor, ami benne van, hogy emlékezz arra, ami most van. Amikor az urna elé lépsz és bedobod a szavazatodat. Emlékezz arra. Na jó, és aztán pedig kérlek szépen
ami már nem ide tartozik, de az egyik, a másik csúcspontja volt. Ja, megint indultunk, igen, hogy legalább két csúcspontja volt, egyrészt ez az URH szám, a másik pedig, amikor Zsigmondi Emőke elénekelte, kérlek szépen, a Paradise City-t a Guns N' Roses zenekartól. Tébi, leszakadt a feje mindenkinek. Úgy volt, hogy odajött egyébként több száz ember fejjel együtt. Tehát úgy volt, este odajöttek, arra gondoltak, itt lesz egy jó szórakozás. Az olyan tragédiával fulladt az egész, mert Zsigmondi Emőke úgy énekelt, mindenkinek leszakadt a feje. Tehát úgy állt, hogy álltak innen becsonkok, és a földön meg ilyen térdig érve leszakadt fejek úgy voltak. Úgy énekel az a lány, mint ezer darab angyal. Kurva jó volt. Na most én meg fogom kapni ennek a koncertnek a hangfelvételét is, meg a videófelvételét is, de ezeket nem oszthatom meg senkivel. Ez így jó. Jó is, hogy mondtad. Mert hogy nem nyilvános. Nem, a maga a rendezvény nyilvános volt, de ahhoz nincs joguk, hogy ezt kirakják akárhova. Úgyhogy ezt nekem megmutatják, és akkor én... Te örülsz. Boldog vagy. Az lesz, hogy elküldik a videófelvétel, meg a hangfelvétel, amit nekem utána meg kell lennem, és aztán kiköpnem a... Vagy nem. Már csak a kazettát. Be kell zárnom valami, megenni a kulcsot, igen, és így. Na jó, ez volt az őrkén. Na ezért nem mentem ki szombaton a Tilos Rádió születésnapjának második napjára, pedig. Tudod, mit kellett volna megbeszélnem? Az, hogy csütörtökön megyek az egyik Tilos Rádiós adásba, vagy nem megyek. De most már mindegy. Inkább de mész. Inkább nem. Állj, nem, szerintem nem megyek. Én úgy ismerlek. Hogy nem megyek. Hogy nem mész. Igen. Papó. Igen. Szakács Tolvaj. Menjél már el. Van érdekes volt, mert amikor... De figyelj, ott smúzolhatnál egy kicsit, hát ha... Nem smúzolni megyek. Nyomorék. Hát azért, hogy beleveszélek az adásba. De nem tudom, furcsa ez, Tibi. Hát hogy lesz akkor nekünk adásom? Hát nehezen. Hát mert az a baj, Tibi, hogy ez legalább 5-6 kurva nagy sebből vérzik, hogy nekünk ott adásunk legyen. Az egyik az például, hogy én nem tudok megszólalni. Mondjuk az, te kínos lenne, bemennél a műsorba. És nem, az nem kínos. Abban a műsorban rengeteg olyan vendég volt már, nem úgy nem vendég, hanem hogy ilyen médiaszakos gyerekek, meg mit tudom én, ilyen-olyan, akik csak ott ültek. Azt én is meg tudom csinálni. Hát néha beleszólok, hát szerintem ez nem így van. Tudod, mi a baj ezzel? Mert hogyha, és ez most függetlenül a Tilos Rádiótól. Pedig milyen lelkesen írtad még pénteken, hogy másnap reggel nem éreztem már annyira jó ötletnek. Mind le van beszélve már mindenkivel egyébként. Tehát nem csak papóval, hanem műsorvezető társával is le van beszélve. Vele kettesben még beszélgettem erről, mondta, hogy persze. Mikor mondtam, hogy hát, hogy bemennék, mondta, papó azt mondta, hogy persze. Hát nem mondom, hogy nézzél, mondta, hogy gyere. Semmi érdekes. Na jó, meglátjuk. Nem biztos, hogy kellek én oda. Ja, igen, szóval, hogy az sosem jó, amikor van egy kialakult rendszer valamiben, és akkor oda becsöppen egy új ember, egy idegen ember. Mert ugye két lehetőség van ilyenkor, vagy felrúgja az egészet, és akkor az nem jó, hiszen egy jól működő rendszerről beszélünk, egy jól működő rádióadásról beszélünk, egy jól működő adáskészítő párosról beszélünk esetükben is. Tehát vagy ezt szétbombázom a saját magam erőszakos, jól ismert erőszakos idiót a hozzáállásommal, vagy pedig ülök, mint egy csuka. Mint egy néma csuka. Annak akkor meg minek megyek be? De mi lenne, hogyha... Ha beleilleszkednék a rendszerbe. Ha adnál hozzá valamit. De éppen ezt próbálom elmagyarázni, Tibi, hogy az kurva nehéz. Hogy úgy hozzátenni valamit egy jól működő dologhoz, hogy nem rombolod szét. Igen. Szerintem az nem nehéz. Hogy mit csináljak? Ismételjem el az utolsó szavaikat, amit nem mondatuknak. Én ezek a visszhang. Jó, ne beszéljük ezt túl, mert ő csak idegesebb leszek. Jó. Tartsunk egy szünetet. Tartsunk egy szünetet. Szünetben megnézzük, hogy néz ki az összes többi 58 éves ember, jó? És akkor megnézzük, és hogy... Gajdics Tamás. Gajdos. Gajdos Tamás és Gajdics Otto. Gajdics Otto, igen. Gajdics Otto szerintem egy sokkal idősebb ember, nem? Hát szerintem olyan 100-102. 102. De az agya egy olyan 4 éves gyereké. 3. Jó, hát jó, beszél ön. Nem nagyon szoktam nézni, hogy miket beszél. Ő milyen? Ő az ilyen hírtévés, ilyen vita műsorokban szokott lenni, nem? Hát ő most azt hiszem a... Hát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a Karc FM nevezetű rádiónak a felelős vezetője. Nem mondod. Rábíztak egy rádiót. Aha. Néha hallgatom a Karc FM-et, mert hogy szoktam rádiókat hallgatni, hogy melyikbe férnénk be. Akkor Karc FM az nem az? És képzelni nekem az jön a szám, hogy Kvarc FM. De nem az, ugye? De nem. Karc. Karc. Jó.
Nem férünk oda be szerinted. Nem. Tehát ez egy kifejezetten a nemzeti együttműködés rendszerébe illeszkedő rádió. Sokkal kifejezetten. Tényleg? Tehát ez a top. Nem mondod. Tényleg? Igen. Ott is van Bajer Zsolt? Hát ott nincs. De van ott is egy Bajer Zsolt? Van kettő, több is. Több is van. Több szoktad is hallgatni? Nem. Akkor honnan tudod? Látom a stáblistát. Jó, tényleg te szoktad a rádióknak a stáblistáját olvasgatni? Túl sok szabad időd van neked, Tibi. Ahelyett, hogy inkább adásra készülni. Kis szünet után visszajövünk. Jó. Na, visszakapcsoltam a felvevőt, mert túl érdekesen sikerült a szünet. Na, Tibi, mit tudtunk meg a szünetben? Hát egyrészt megtudtuk. Hogy jól nézel ki. Hogy egyrészt a nagy elkeseredettségre nincs okom. Semmi ok, Tibi, neked jó a genetikád. Mindent megteszel annak érdekében, hogy ne. Hogy ez ne derüljön ki. Ne úgy nézzél ki, hogy 61-ben születtél, hanem hogy 41-ben. De egyszerűen nem tudsz rosszul kinézni. Na. Hát egyrészt az kiderült, hogy Mácsai Pállal majd, hogy nem egy napon születtünk. Gyerekek, Mácsai Pál, hát így kötődnek össze az adás témái. Tibi, majdnem egyidős Mácsai Pállal. Mácsai Pál, és ez se keserítsen el téged. Tehát az ne keserítsen el, hogy Mácsai Pál a gyakorlatilag az őt ismerő nők összes nő kedvence. Tehát mindenki sikítozva. De tényleg, kortól, függetlenül, kortól, ne, hát kortól, végzettségtől, nem tudom, foglalkozástól függetlenül, minden nő, hölgy, lány, kislány, mindenki úgy néz Mácsai Pálra, mint az egyik legszebb férfi ember példányra. Ez téged ne keserítsen el. Mert ez nem csak azért van, mert Mácsai Pál is egy rendkívüli jó genetikával rendelkező férfi ember, hanem azért, mert hogy ő rengeteg mindent letett az asztalra. Ellentétben velem, ugye? Tibi, hát az a nők szemében nem, szerintem nem sokat tesz hozzá a te fizimiskádhoz, hogy a nem tudom milyen vasútvonal, mondjad, mit szoktad mondani, Szulejmán? Kirkuk Szulejmán, igen, vasútvonal. Hogy a Kirkuk Szulejmán vasútvonalt végiggyalogoltad, ez nem. De az, hogy valaki nagyszerű színpadi művek, tévéművek és filmművek szereplője, ne adj Isten főszereplője, ez mindenképpen hozzátesz ahhoz, hogy kívánatosabban nézzen ki. Szerintem, ha te lettél volna a mondd, melyik volt most az a, amitől Mácsai Pál gyakorlatilag megduplázta rajongói számát. A tévében ez a sorozat, ahol pszichiátert játszott. Mindegy, tudjuk a címét. Ha te lettél volna abba a főszereplő, akkor neked lenne kora sikered. Mert ugye genetikailag gyakorlatilag azonosak vagytok. Ebben különböztök. Csak, hogy más utat jártatok be. Más az élet utatok. Na, de mit tudunk még meg? Megtudtuk. Hogy Gajdi Csottó. Gajdi Csottó viszont jóval fiatalabb, mint én. Több évvel fiatalabb, úgyis mi kettővel. Igen. Kettő évvel fiatalabb, mint te, és úgy néz ki, mint majdnem, hát ne. Jó, nem tudok figyelemmel lenni a kiskorú hallgatókra, nem érdekel, menjenek, játszanak. Hát Tibi, mint a seggem. De úgy, hogyha ilyen, ha összeszorítom, akkor néz ki úgy, mint Gajdi Csottó arca. Kisimulva. Gajdos Tamás viszont, közben rájöttem, Gajdos Tamás, ő egy sportriporter. Nem sportriporter, sportműsorvezetője volt mindig is. Tehát ő én azt gondolom, hogy a fiatalabb korában például sportolt. Biztos. Már most megnézem azért, ha már kinyitottam a Wikipedia oldalát. Hát benne van-e az, hogy milyen 8 bajnokságot nyert tavaly? Hát azt nem tudom, hogy benne van-e milyen 8 bajnokságot, de TB. Igen. Most foglak megvigasztani végletesen. Mi a, hát nem az első mondat, mert az első mondat, hogy Budapesten született Gajdos András és Bukovics Magdolna gyermekeként. Mi a második mondat? A 80-as évek férfi modellje, férfi manökenje. Ó! Hát Tibi, ne hozzá hasonlítsad már magad. Ó, jó van. Már kecsek jó manöken alkatom van, tehát. Tanulmányai mellett pénzkeresési lehetőséget keresett, számos fotója jelent meg az Országvilág, Ez a Divat és más lapokban, de divat bemutatókon is részt vett, és én emlékszem is gyermekkoromban őre. Így van. Na, hát akkor így most már oké? Jó. Na, 1980 és 1982 között a testnevelési főiskola edzőszakán tanult. Tibi. Na. Hát akkor persze. 78-86-ig atléta volt, közép- és hosszú távfutó, egyszeres bajnok,
majd a reklám és divat szakmában dolgozott. Manöken volt, fotomodell, ez már volt az. Reklámfilmben, szeretett, tanfolyam, szeretett, patya, patya, tyotyö, potty. Tájfutó pályafutását a Spartacus tájfutó szakosztályban kezdte. Tessék, később Monspart sarolta edzőpartnereként az ifjúsági atléták edzésen a Budapestben. Tibi, hát ez egy sportoló. Hát persze, hogy 8 bizét nyert. Rendszeres sportolása és az egészséges táplálkozása hívja fel a következő figyelmét Gajdos Tamás, aki 2018-ban 60 évesen még mindig sportol. Tessék. 1993-ban a Szerencsekerék című műsor műsorvezetője lett. Ebben is emlékszel, nem? Igen, most már én. Na, később a TV2-nél folytatta karrierét a Tények sportműsor vezetőjeként. A TV2-s időszak után önálló műsorokat készít, Autós magazin, ezt mondtam neked, és a Futtában című futóműsor. Közben átigazolt a Sporthegyhez és a Hír TV-hez. Na! Európa bajnok lett a Weiden Laus Run EB senior egyéni számában 2019. augusztusában. 2019. szeptemberében világbajnok lett az ötusa VB keretében rendezett Laser Run. Nem tudom, mi az a Laser Run, VB Masters kategóriában. Tessék! Na, csak meg lesz az a 16. Szóval ne hozzáhasonlítsad magad. Ezzel szemben nézzük Gajdics Ottó életpályáját. Édesapja Gajdics Ottó. Édesanyja Spanyol Mária. Na jó, ez nem annyira érdekes, hanem Tibi. Csak hogy itt most ugye a fenekemhez hasonlítottuk Gajdics Ottót. Hát ehhez képest akkor elmondom neked, Tibi. Hát elmondom, hogy például milyen díjai vannak és elismerése. A Magyar Érdemrend lovakkeresztje. A Magyar Érdemrend lovakkeresztjét, ha megkapja valaki, akkor sokkal nagyobb tisztelettel kell róla beszélni. Mikszát Kálmán sajtódíj. Pesti srácok díj. Ezt gondoltam, hogy tetszeni fog neked. Jótólú magyar újságíró díj. Hmm. És honvédelemért már harmadik fokozat. Az mi lehet? Eleve egy ismeretlen díj, ezt, és annak is csak a harmadik fokozatát kapta meg. Én azt gondolom, a honvédelemért harmadik fokozatát mindenki megkaphatná, aki mondjuk nem lógta el a katonaságot. És ezt valószínűleg gondolom az elmúlt 8 évben kaptam az összeset. Azt nem tudom. Azt nem tudod. Műsorai. Péntek 8. Péntek 9. Páholy csörte. Angard. Milyen jó műsor címei vannak. Na jó van, Tibi. Meg még mit tudtunk meg, hogy kivel vagy egy idős? Tibi, ugye hogy szól a vicc? Azzal játsz, akivel egy idős vagy. Na igen. Mit? Kivel vagy még egy idős, Tibi? Hát most soroltam föl, a szünetben végignéztük a világ összes emberétől kiszületett veled egy időben. Már elfelejtettem a nevét. Ó, Istenem, hogy szakadne le az ég. Tibi, hát például a Végszínház igazgatónője. Ja. Kinek nevét 3 perc alatt felejtettük el? Mondd ki, addig nem megyünk tovább. Mondd ki, én nem mondom ki. Mondd ki te. A közismert, képzelem, és népszerű... Képzelem, Mikszát Kálmán neve forog a fejemben. Képzelem nekem Esztergályos Cecília, de... De nem őróla beszélünk, hanem egyébként az egyik kedvenc színésznő. Eszenyi Enikő. Neked az egyik kedvenc színésznő. Én sosem tartottam. Én nagyon szerettem. Képzelem, vannak róla olyan információ, amit nem mondhatok el. De nem, csak így mondom. Köszönöm. Ennek után. a hallgatók is örülnek. Adás után sem tudom elmondani. Na jó van, Tibi, nem. Réhegjünk, röhögjünk. Menjünk az előre eltervezett útvonalon. Van-e még témád azon kívül, hogy 61 évesen nem úgy nézek, mint a Gajdos Tamás? De ezzel készült én a mai adása tényleg, hogy Gajdos Tamás jobban néz ki, mint te. Istenem, nem veszette egészen komolyan ezt az adást, én úgy érzem. Tibi, akarsz egy kicsit komolyabban beszélgetni? Nem ez a rihegős, röhögős, semmire kellés. Akarsz, vagy nem? Akarok, persze. Mert ha nem akarsz, akkor Radics Gigi interjúját olvasom föl. Ne, az semmiképp. Ha akarsz, akkor vagy pedig beszélek a bűvészek. A bűvészekre kicsit beszélek, jó? De csak nagyon keveset. Mert ugye, hogy jöttek ide most a bűvészek? Szükségünk lenne néhány tehetséges, vagy nem kell feltétlenül. Tehetséges, szórakoztató művész. Nem, művész a bűvészre. A közönség találkozónkra. De utána azóta már megbeszéltük, hogy nem. Azt mondtam már ebbe az adásban? Nem. Ezt még nem, azzal akartam kezdeni. Mert szolgálti közlemény. Még a szolgálti közlemények rovatban vagyunk, csak mondom. Ja. Mert mindjárt mondom a következőt. Hogy hol tartottam? Hát, hogy felülbíráltad az eredeti... Igen. Mert nem a álláspont. Igen, de képzeld, hogy amikor így benne voltam, hogy kéne nekünk bűvész, akkor megint megnéztem néhány bűvész mutatványt az interneten. Egyszer, nem tudom, emlékszel, de főbasztam az agyamat ezen.
Tehát, hogy nézegetem, és a fogalmam sincs, hogy hogy működik. És ezen olyan mérhetetlenül ideges tudok lenni. Úgyhogy én azért hozzáteszem, hogyha már, nehogy Isten, tényleg néhány hallgatónk elkezdte volna magát képezni, átképezni bűvészé. Csak azért, hogy eljöhessen a Gombapresszó közönség találkozójára, mint fellépő, hogy azért számoljon azzal a lehetőséggel, hogy én egy mérhetetlen nagy tastit fogok neki adni, ha nem árulja el, hogy hogy csinálta, amit csinált. És magamtól nem jövök rá. Na de Tibi, megint megnéztem, és megint rájöttem, hogy azért azt kell, hogy mondjam, hogy csodák nincsenek. Nincs magic. Elmondom, két útja van annak, hogy az emberekkel elhitessék, hogy ők egy ilyen, hogy ők bűvészek. A bűvész szóba benne van az, hogy ő varázsolni tud? Vagy a bűvész szóba ez nincs benne, az inkább a varázsló. Igen. Tehát ők nem is állítják magukról. A bűvész nem állítja magát, hogy varázsol. De néhány bűvész szerintem állítja magáról, hogy varázsol. Hát miért például David Copperfield, ő nem azt mondja magáról, hogy képzeljétek el, olyan mérhetetlen sok pénzért sikerült egy berendezést csinálnom, amivel elhitetem veletek, hogy repülök, hanem azt mondja, hogy repülök. Nem? Igen. Tehát hazudnak. Hazudnak. Hát az hozzátartozik. A hazugság? A hazugság hozzátartozik a bűvészethez. Alap eleme. Volt már egy olyan adás, szerintem sok évvel ezelőtt, és akik visszamenőleg hallgatnak Gombapresszó adásokat, lehet, hogy épp tegnap hallgatták meg, azoktól bocsánatot kérek, de most megint el fogom mondani, Tibi. Két lehetőség van arra, hogy becsapjuk az embereket. Az egyik az, hogy mérhetetlen sok pénzből szerkezeteket gyártatok másokkal. Tehát, hogy nekem aztán végképp semmi közöm nincsen hozzá. Sőt, vannak olyan bűvész eszközgyártó nagyvállalatok, nem sok van, melyek ezzel foglalkoznak, hogy bűvészeknek kurva sok pénzért gyártanak, akár egyedileg is. De ami a szánalmas ebbe, Tibi, hogy képzeld el, sok bűvész ugyanazt a szerkezetet használja. Tehát sem elmennek a bűvész ellátóba, csak nem abba a bűvész ellátóba, ahova mi járunk a Bartók Béla útra, ahol 3000 forintért lehet venni bűvésztáskát. Egy doboz 12 mutatvánnyal. 6 trükk, 5000 forint, 12 trükk, 6000 vagy 8000 forint, nem, ők ennél drágább boltban vásárolnak, és csak ennyi az egész. Tehát tényleg csak ennyi az egész. Tehát nincs még ötlet, de az ötlet nem a bűvész részéről van benne. A bűvésznek egy ötlete van. Gondolkodik, hogy vegyünk egy bűvésztáskát. Na ez a bűvésznek az ötlete, aki pedig előállítják a berendezést, na az ő teljesítményük viszont becsülendő. Mert hogy ők ilyen nappal azon gondolkodnak, hogy hogy tudnának úgy csinálni egy, mondjuk egy laposnak tetsző emelvényt, ami nem lapos. Mert ilyeneket csinálnak, Tibi. Igen. Hát mert tudod, mindenhol úgy van, hogy amikor feláll a bűvész a kerekeken betolt az eszközre, ami már ugye már onnan lehet tudni, hogy teljesen ez vagy átverés, mert mi hoznak be egy plusz, mi ez, emelvényt, hiszen eleve egy emelvényen van a bűvész. Nyilván azért hoznak be egy plusz kerekeken gördülő emelvényt, hogy mögé bújjon. Hol tartottam? Hát hogy vannak, ugye? Na ez? Igen, és akkor nyilván azok, ugye az van, hogy arról nem fér be, mert milyen vékony. Na hát az ilyen okos mérnök emberek, mint mi is vagyunk, csak ugye nem víz- és útépítő mérnökök, hanem bűvész mérnökök, biztos van bűvész mérnök képzés. Azoknak az a feladata, azt tanulják ebbe az iskolákba, hogy tudjunk egy olyan vékonynak látszó, ám bár vastag dobos csinálni, mely vékonynak látszik, ám bár vastag. És belefér egy bűvész. És David Copperfield meg belefér. Azért nem tudom, feltűnteneknek gyerekek, hogy azok a bűvészek, melyek váratlanul eltűnnek a színpadról, azok nem testes művészek. Azok mind hát szikár, rugonyos. A filigránt és a cingárt egy szóba akartam mondani, cilingárnak. Szóval ezek mind cilingárok. Ezek mind cilingárok pont azért, hogy beférjenek kis helyre. Tehát például van az a egyébként rendkívül mókás, én belátom, hogy tényleg elég mókás, hogy egy ilyen zsúrkocsi, egy zsúrkocsitól egy nő. Mondjuk egy szép nő. Általában szép nők tolnak zsúrkocsit ezekben a ágazatokban, de hiányzik a felső teste. És az nem vicces, hogy bejön a színpad jobb oldaláról a függöny mögül egy nő, lépked, nincs a felső teste, és tol egy zsúrkocsit. Érted? Talán nem is tolja, hiszen nincs felső teste. Mindegy, valahogy oda van. Keze van. Nincs neki, az hiányzik. Na és akkor ez hogy van? Hát a zsúrkocsiban van a felső teste. Ennyi az egész. Mert a bűvész mérnökök tudtak egy olyan zsúrkocsit csinálni, melyen egyáltalán nem látszik, hogy belefér egy nőnek a felső teste. Mely nő, csak ismételni tudom magam, nem 200 kg széltébe hosszában, hanem 40 kg a zsúrkocsival együtt. Tehát nyilván a felső teste belefér. Na ez az egyik irány.
A másik irány, az viszont, Tibi, a világ legszánalmasabb dolga. Hát jó, ez így erős talán, mert azért vannak szomorú szánalmas dolgok a világban. Hát egyszerűen képzeld el, fizetett nézők. Ezek általában nem ilyen, nem show műsorok, hanem tudod, ilyen utcabűvész. Tehát, hogy megy az utcán, és akkor látszólag véletlenszerűen odalép egy társasághoz, és azt mondja, hogy na figyeljetek, én most itt képzeljétek el, egy nyúlból csinálok gepárdot. És akkor egy nyúlból csinál gepárdot, és akkor a látszólag ugye véletlenszerűen ott lévő emberek pedig sikítozva egymás fejét fogják, hogy Jézusom, ez hogy létezik? Mi történt itt? Hát mindjárt meghasonulok. Ezek fizetett emberek. Tehát a televíziózás eszközével. Úgyis, mint vágás. Egyszer, tehát az egyik, ugye forog a kamera, ott egy nyúl. Mondják, hogy felvétel, állj! Nyúl ki, hozzátok a gepárdot. Gepárdot berakják a nyúl helyére, felvétel indul. Emberek, Jézusom, hogy volt ez? Jézusom, mi van itt? Faslakok! Ez így történik, Tibi. Láttam egy olyan leleplező YouTube videót, ahol pont végig erről beszéltek, hogy ezek mind egytől egyik fizetett emberek. Amikor ketté szakítják a nőt a padon. Az is fizetett. Mindenki fizetett ember. Hiszen Tibi, egy nőt nem lehet ketté szakítani egy padon úgy, hogy életben marad mindkét fele. Ennyi, no. Tehát például, ki gondolta volna? Például, hogy is hívják ezt az embert, aki pont ennek a nagy, nagyon nagy képviselője. Már elfelejtettem. Régen... De én tudom, várja. Megvan még neked? Fel is írtam, mert ügyülülöm a legjobban, Chris Angel. Igen. Chris Angel. Miért nem az előtt, Chris Seggem? Chris Csaló. Chris Liar. Szóval... Chris Vágó. Na, szóval például a kettészakított nő, esetem, amit nyilván mindenki látott már, az összes ember ott ki van fizetve, és akkor szaladgálnak, ha emlékszel a felvételre, tehát van, aki kiszalad a képből, úgy megrémül. És például úgy leplezik le, hogy ez egy elég hosszan forgatott jelenet, hogy például a trükk felénél kétszeresére nőnek a fák árnyékai. Tehát jól láthatóan eltelt több óra. Még erre se figyelnek. És ez végtelenül szánalmas. Végtelenül. Tehát ez, én azt gondolom, ha én bűvész lennék, ami nem vagyok, én azt mondanám, hogy ezeket ne hívjuk bűvésznek. Ezeket hívjuk csalóknak. És akkor azt mondják, hogy én vagyok a világ leghíresebb csalója, és akkor ilyeneket. Vagy mit tudom, hívjuk fizetett alkalmazatokat, igénybevevő, és kisiparosoknak. Na szóval így van ez, Tibi. És az a baj, van még egy harmadik viszonylag nagy csoportja a bűvész mutatványoknak. Ez viszont nagyon idegesít, ezekre nincs magyarázat. Ezekre nincs. Ja, még elmondom, hogy a Chris Angel féle becsapások. Igen. De, tudod, ő is csinálja, meg szerintem más is csinál, hogy pakli kártya, érted, választ egy lapot, választ, visszarakom, és fogja, megkavarom minden, nem tudom, micsoda, ne, csak a kezemet figyeljék, mert csalok, és akkor neki dobja egy üvegnek. És fönnöragad. És akkor fönn kívülről. Érted? Még csak nem is belülről ragad föl az a kártyalap, amit választotta valaki, hanem kívülről. Ezt úgy csinálják, hogy gyereke, felvétel leáll, ez komolyan. Kimegy valaki, felragasztja a kártyalapot, felvétel indul, és ott van. Ezt így csinálják. De téged ez nem háborít föl? De. Értem én, hogy a szórakoztatóiparban szinte minden most, megengedett. Most, hogy mondod. Így én is lehetnék világhírű bűvész. Beszélgetünk erről. Igen? Ha hazamegyek, meg fogom nézni. Tele van leleplező videókkal. Ez lesz a mai esti programom. De az a baj, hogy bele fogsz futni a harmadik csoportba is. Amelyik nem magyarázható? Nincsen magyarázat. Egyszerűen nincsen rá magyarázat. Most nem tudnék mondani egyet sem. Ezek annyira felkavarnak, hogy rögtön törlöm a fejemből. Nagyon, nagyon felkavarok. Vagy legalábbis lehet, hogy van rá magyarázat, csak a YouTube-on nincs. Egyébként nyilván mindenre van magyarázat. Nincsenek csodák. De nincs olyan, hogy valaki érted valami. Az lehetetlen. Hát így. Jó, szóval akkor bűvész nem kell. Bűvész nem kell. Jó, de kell. Ja, meg van egy negyedik csoport a bűvészeknél, akik viszont viccet űznek a bűvészkedésből, és inkább ennek a vicces oldalát mutatják meg. Ja, láttam egy olyan bűvész. Van még. Azért, mint mindennek, ugye ennek is van legalja. És a bűvészkedésnek a legalja, képzeld, az egy rendkívül népes társaság. Rendkívül népes. Ott van például a televíziós tehetségkutató versenyek.
British Got Talent. Igen. Van ilyen, nem? Van ez ilyen. A neve. Igen. Meg még biztos van más ilyen is. Ugyanaz az ember találta ki az összes az X-faktort, meg ezt, meg nem tudom, mindegyiket. Van ez ilyen kockafejű ember, amerikai. Na mindegy. Kérlek szépen, ott is vannak bűvészek. És képzeld el, ott tehát bejött egy ember, azt meg is nyerte abban az évben valamelyik ilyen Got Talentet. Bejött egy akkora, Tibi, egy akkora Bird Jackie bejött be, hogy tehát, bár nem látszott ki a galambok feje, de teljesen egyértelműen, tel is tele volt galambokkal, gepárdokkal, medvékkel, mindenre tele volt az rubbanya, és azokat rángatta elő. De úgy, hogy látszódott. Jó, nyilván úgy látszódott, hogy én megnéztem kétszer, háromszor, és láttam, hogy kiveszi az, de komolyan tényleg, de tényleg, bejön egy kurva, egy lumberjackbe, baszd. És amikor kimegy, akkor már csak lóg rajta. Nem, mert nagy igen, mert erre is figyel. Az van, hogy amikor kifogyott... Akkor lóvikkal. Nem, amikor kifogyott az állatállomány az ujjából meg a belső zsebéből, akkor ilyen lazán ledobja magáról a Jackie-t, érted? Nők sikoltoznak. Pedig csak azért dobtál, hogy ne tűnjön föl, kiürült a zsák, bazd meg. Ó, Istenem. Meg van ez a... Szólj, hogy túl sokat beszélek a bűvészekkel. Nem, most ezt szívesen hallgatom. Most átmentem hallgatóba. Vannak, hát ha az ember mondjuk egy fél órát szán az olyan YouTube videókra, hogy na, így csinálja a bűvész, akkor azért előbb-utóbb úgy lesz egy viszonylag átfogó ismerete arról, hogy mik azok az alapvető bűvész eszközök, melyekkel a bűvész mutatványok jelentős részét készítik. Az egyik ilyen például a füzet. Van egy füzet, egy magic füzet. A magic füzet, ez én hívom magic füzetnek, valami más neve van, de hívjuk magic füzetnek, attól függően, hogy melyik oldalról lapozod, más lapok mutatkoznak a lapozó számára fel. Mert hogy úgy van, hogy minden második lap rövidebb, mint minden első lap. Tehát lehet úgy lapozni, hogy csak a rövidebb lapokat látod. Érted, igen, amit mondok? Azt hiszem, értem. Tehát mindig a rövidebb lapok lesznek, igen, mert ugye mikor egy hosszabb lapot elhagy a nagy ujjad, amivel lapozod, akkor rögtön utána ráesik a rövidebb lap is, mert az nem marad fönt. Érted? Igen. És ezekre a lapokra mondjuk ugyanazokat a rajzokat. Tehát minden rövidebb lapra ugyanaz a kép, ugyanazt a szót, ugyanazt a képet, ezt váltogatják. Összesen ennyi benne a kreativitás, hogy most képek, vagy tehát hogy mit fog kitalálni. De mondjuk, hogy szavak, vagy híres emberek nevei, most legutoljára ilyet láttam. De ha megfordítod és úgy lapozod, akkor meg a másik oldalról a másik félék, ami meg sok különböző van. És amikor megmutatja a füzetet a nézőknek, meg aki választ, majd laboz és választ belőle, mutatja, hogy ez is mindenféle van benne. És megfordítja, érted? Közben tornamutatványokat csinál, hogy elterelje a figyelmedet, és utána mondja, hogy akinek odaadja a füzetet, de már fordítva adja oda neki, hogy akkor most lapozzon, és az ujját tegyem egy tetszőleges helyre, ott már egy olyan helyre teszi be, ahol mindegyik lapon ugyanaz van. És akkor csak belenéz, megnézi, és onnantól kezdve ő a nagy mentalista, érted, a bűvész, majd kitalálom, hogy mi volt ott. Hát, na, ez az egyik. Ilyen egyszerű. Tehát ilyet az meg én csinálok, vezek 20 forintért egy füzetet, minden másnak levágom, és akkor tudom ezt a bűvész mutatványt. Akkor például ott van a másik, egyébként nekem, az a baj, hogy az a baj, kedvencem. Őt szeretem. Az az ember, aki békát tud felbefögni. Nem látod még? Nem láttam még. Nem mondod, békát befög. Nem. És az tényleg, azt megtanulta, hogy kell békát befögni. Tehát valahogy úgy kiképezte a gyomrát, meg a nyelőcsövét, hogy műsor előtt lenyel 4-5 békát, és a műsor dramaturgiailag indokolt pillanatában ezeket felöklendezi. Hát, na, de ez becsülendő, nem? Hát, igen. De például azt is meg tudja csinálni, hogy megiszik mondjuk 2 liter vizet, vagy 5 liter vizet, és akkor azt ilyen, mint a slag, úgy ki tudja köpni egy folyamatos sugárba a gyomrából. Ezt szeretem. Vagy például, én nem. Vagy például tud üveget enni. Tehát nem azt mondom, hogy szeretem, csak hogy ebben van munka. Tényleg. Úgy hívják, mondjad már. Életem, én lassan beszél, én arab. Kicsit olyan arabos. Nem, de figyelj, még csak van neki. Nem vagy képzett az abszolút ilyen street magicből? Képzett ebben. Na neki az egyik mutatványa az, hogy fog egy, mit tudom én, egy $4-ost. És akkor megmutatja az utcán egy embernek, hogy nézd, itt van egy $4. Majd fogja, beveszi a szájába, és leharapja a felét. És akkor megmutatja neki, hogy nézd, leharaptam. Persze mindenki szalad rá, hogy Jézusom, leharapta a $4-osnak a felét. Na ezek nem fizetett emberek, hanem van egy olyan $4-osa,
melynek a fele egy rugóval vissza lehet hajtani, és úgy mutatja meg. Jó, tehát ő alkalmazza ezt. De ő fizetett embereket nem alkalmaz. Kinek nem tudjuk a nevét. Na jó van, Tibi. Na. Hát akkor helyettek ugye kell szint is. Na ezt akartam mondani. A hozzú felvezetésnek végig is ez az egyetlen. Mi ez értelme? Hogy gyerekek, arra jutottam, ezt abban a félórás felvételben, amikor mentünk a Tilos Rádió születésnapjára, ezt már elmondtam, de szerintem a hallgatók egy nagyon apró része hallgatja a Patreonra kirakott felvételeket. Nagyon helytelenül, de ezt most hagyjuk, zárójelbe bezárva, mondjuk nem nyitottam meg. Mit akartam mondani? Hát, hogy amin... Szintetizátor művészre van szükségünk. Tehát nem szintetizátor bűvészre, hanem szintetizátor művészre, akinek van egy szintetizátora. Tudjátok, a szint is. Tehát ő az, aki falunapokon, családi rendezvény, esküvőkön, esküvő. Az a legfontosabb terepe, nem a szintiseknek, gondolom én. Az olcsóbb esküvők. És egy olyan hely, ahol egy ilyen ember tud szintizni. Mondjuk ez egy zárt hely, mert a normafánál nem tud szintizni valaki, mert nincs áram. Meg ott nem is olyan jól szól. De még a helykeresésben is úgy, tehát egy olyan hely kéne, Tibi, ahova illik is egy szintetizátor művész. De jó, majd még ezt még átgondolom rendesen. Az én fejemben már körvonalazódik, hogy milyen helyet keresek. És akkor képzeljétek el, egy olyan rendezvény, ahol lehet beszélgetni, poharazni. Milyen szép szó, hogy poharazni. Igen, az ivás helyett. Poharazunk egy kicsit, dumcsi-mumcsizunk, és közben a háttérben a szintetizátor művész játssza azt, hogy love is in the air, meg azt, hogy gay bar, meg ezeket. Lehetőleg kérni slágereket, ne adj Isten, esetleg táncolni. Ilyesmit is lehet csinálni. Na én most egy ilyen típusú rendezvényben hiszek, Tibi. Tehát most nem a szalonnasütős, hanem a gombabúcsú korszakomat élem, hanem inkább ez a szintetizátoros, falunapos. Én azt gondolom, alakulni fog ez még. Össze lehetne kötni a kettőt. Össze lehetne. Végül is össze lehetne. És arra is jutottam, Tibi, most meg foglak rémíteni. Magamat már megrémítettem ezzel. Sajnos arra jutottam, meghányan vetettem, megközelítettem ezerféle oldalról. Tényleg, osztottam, szoroztam. Mondjál még ilyet, mit szoktak el mondani. Ógtam-mógtam. Arra jutottam, Tibi, sajnos kikerülhetetlen az, hogy egy kicsit szerepeljünk. Tehát valamit kell csinálnunk. Tehát az nem normális, hogy összehívjuk azokat az embereket, akiket egyedül te meg én kötünk össze, majd mi ott állunk, és nem vagyunk hajlandók megszólalni, és senkivel se beszélgetni. De ez nem én beszélgetni beszélgetek. De kell valami olyat is, hogy mindenki ránk figyel, és mondunk valamit. Erre is van már ötletem, de még nem árulom el. Tehát például, jó, de elárulom. Mert nem nagy ötlet. Hogy olyan kérdéseket kéne végre tisztázni, meg újra és újra előkerülnek. Tehát például az, hogy mit tudom én, miért nem vagyunk barátok. Most én nem viccből mondom, te ezt elmesél. Te is elmeséled, én is elmesélem, hogy miért nem. Hogyan rúgtak ki minket a civil rádióból? Miért nem működött a tilos rádiós próbálkozásunk? Mit tudom én. És akkor ezeket tisztázzuk, és akkor többször ezt már nem kérdezik meg. De arra gondoltam, első indulatomban azt gondoltam, hogy ott is lehet kérdéseket feltenni, de ezt elvetettem. Ott a helyszínen nem lehet. Tehát váratlan kérdés jön. Váratlan kérdésekre nem válaszolunk. Esetleg előre összegyűjtjük a kérdéseket, és akkor megírjuk a választ. Azt odaadjuk mindenkinek, kinyomtatjuk. Nem, dramatizáljuk és előadjuk. Esetleg meg is zenésítjük. Ezt meglátjuk. És a szint is meg, ugye? A szint is megjátszik alatta. Szolgálja a talpalávalót. Na jó van, Tibi. Itt tartok most. Jó van. Figyelj már, nekem van még témám. Mennyire vagy fáradt? Fázom. Az a baj. Mi az anyám, én nem csukod be az ablakot, és akkor nem fázol. Mondjuk az igaz. Csak nyom be. Ott a sarkánál kicsit nyom meg, és akkor beszorul. Elég. Elég! Ki borul? Nem fejemre esik. Én borulok ki. És a fejedre esek. Tartsunk egy nagyon pici rövid szünetet, és akkor utána még egy ilyen negyedórás blokkot tartunk. Index címlapról írogattam össze témákat. Az neked jó? Jó, az jó. Elmondjam, hogy miket írtam össze? Mondjad bevezetőnek. Várjál, Tibi, mert hogy zárjuk le a szolgálati közlemény blokkot, jó? Jó. Mert hogy még csak ott tartunk. Csak megnézem, hogy mit írtam még fel. Ezt elfelejtettem mondani. Ezt is abban a fél órában mondtam el, és azt is szeretném, hogyha nem csak azok hallanák, akik azt meghallgatják, hanem akik a gombapresszót is hallgatják. Nagyon szépen köszönöm annak a hallgatónak egy csodálatos tortával manifestálódó szeretetét, aki az én születésnapomra egy tortával lepett meg engem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez jó. Ez jó. Ez tényleg szépen. Úgy csinálta, csak hogy egy pozitív követendő mintaként, hogy állítsam már a többi hallgató elé, az sem bement egy cukrászdába, egy népszerű színvonal cukrászdába, ott kifizetett egy tortát, egy tortatípust, majd szólt nekem, és én oda mentem, és abból a tortatípusból szabadon kiválasztottam a nekem tetsző fajtát, és azt hazavittem, és családom körében elfogyasztottuk. Lehet ezt nem csak tortával csinálni. De nehogy ez maradjon bennetek, hogy akkor most innentől kezdve mindig egy torta. Mindenféle mással is lehet csinálni. Na jó van. Azt mondta, hogy személyesen szerette volna átadni, csak nem ért rá, de én azt gondolom, hogy tévesen értelmezte az én évek óta szajkózott mondataimat, és azt gondolta, hogy nem szívesen találkozom vele. De mindenkivel nagyon szívesen találkozom. Akinek torta van a kezében, azzal meg főleg. Azzal mindig szívesen találkozom, meg más értékes ajándék. Azokkal mindig szívesen találkozom. Na. Nagyon rövid zene szület. Jó, de mi, akkor behallgozás van még? Ja. Nem, csak azt néztem, hogy van-e szolgálti. Ja, Tibi, zárjuk le a szolgálti közleményeket, ide írtam föl csak azért. Hogy áll a banánfád? Csodálatos. De részletesebben? Még egy levelet. Tényleg még egy levelet hozott? Hát még és banán, most... banán van már rajta? Nem, hát még most vettem most a hétvégén. Majom ül már rajta? Termőföldet. Most vettél csak földet? Mi eddig mi volt? Miben volt? Hát eddig a saját földjében. A saját, de olyan, a saját levében főtt? De annyira intenzíven utána olvastam, és amikor én... Nagyon intenzíven utána olvastál? Nem, hagynám, amikor elkezd ilyen intenzíven nőni, és ugye megjelent az alul is, tehát két, gyakorlatilag két banánfám lesz. Igen. Vesző, akkor? Akkor már egy jóval nagyobb cserébe kell átültetni. Ja, hogy nem szabad megvárni, még beleszarul a cserébe. Nem, semmiképp se. Úgyhogy vettem földet. Cserepem ugye van, mert már két vagy három virágom régen kipusztult. Tibi, nem mondod, hogy a banánfának egész életén keresztül neked havonta újra kell ültetned egy másik cserepet? Nem, de mondjuk, ahogy növekszik, folyamatosan. De banánfa az élete végéig növekszik. Jó, de együtt, de majd kiteszem a kertbe. Tibi, neked nincsen kerted. De lesz. Erre nem készültem, hogy erről beszélünk, hagyjuk is. Jó, oké. Akkor a banánfa ez. Banánfa. Mi a másikod? Azt mindig elfelejtem. Avokádó? Avokádó, az ami van. Azt hiszem, egy gyilkos lett. Mi? Kiugrott az erkélyen? Nem, tehát hogy kicsit... Visszatartott a levegőt? Mintha elszáradt volna az a kis hajtás. Tibi, egészen biztos vagy benne, hogy beleír a vízbe? Biztos vagyok benne. Tényleg? Igen. De teljesen kizárhatjuk azt a lehetőséget, hogy elpárolgott a víz, és nem ér bele a vízbe? Folyamatosan. Figyelj, öntözöm a basalikomat, a banánfámat. De ezt nem kell öntözni. Hát utána töltöm a és cserépbe. Tehát és úgy, hogy úszik a vízben, kiszáll. Így valahogy, igen. Mintha nem, mintha... Akkor kezdett megtörni ez a lendület, amikor elvettem az ablakból. Jó, mondjuk egy szavam sem lehet, hiszen elmondom akkor én is, hogy az én pálmám is meghalt. Nem tudom, hogy meghalt-e. Hát most úgy van, hogy minden level elszáradt. Minden új levele. Tehát az van, de a régiek megvannak. És száradnak. Azok is. Ugyai. Azok akkor kezdtek el száradni, amikor elkezdtek kinőni a két méteres új hajtások. Akkor azok, hát gondolom én, hát ugye hogy átadják, vagy igen. Ne vegyék el az energiát az új jövővények elől, ezért ők visszafogták magukat, és ezek kicsit elszáradtak. De most hát, habókfaszára volt ez a nagy jó tétemény, mert hogy az új hajtások is úgy van, hogy szép zöld a hajtás, és amik jönnek ki levelek, de ezt már mondtam igen, neked, azok mind barnák. Hogy aztán most ezen most kilöki magával ezt a barna részt, és akkor gyönyörű zöld levelek nőnek, nem tudom. Meg azt sem tudom, hogy most békén kéne hagyni, vagy agyon kéne locsolni, fogalmam sincs. Lehet, hogy utána kéne nézni, nem tudom. Kérdezd meg apukádat. Ő mondta azt, hogy amikor ez van, akkor az a haláltusa. Az a hattyúktava. Nem hattyúktava, mi ez? Hattyúdal. Nem a hattyúdal, az ami a... Az a hattyúdal, az utolsó. Hogy eléneklem is meghalok. Igen. Na ez van most neki, ezt énekli most épp bent. Szóval nem tudok mit csinálni. Most öntözzem, hagyjam békén, mert ugye amikor békén hagytam, akkor indult kezdett, meg. Igen. Most akkor, ha békén hagyom, az meghal. Nem tudom, nem, de bonyolult ezt, én mondom, hogy egy gyomot kéne termeszteni bent. Vagy vadkendert. Nem vadkendert, ipari kendert. De erről majd a következő adásban beszélek. Mondtam már, hogy fogok a kenderről beszélni? Még nem mondtad. Most mondtam. Jó. Nem figyeltél? Na jó van, Tibi, akkor a szolgálati közleményeknek ennyi, és akkor visszajövünk, még egy kicsit megbeszéljük a közéletet, jó? Közéleti témákat írtam föl. Jó. Arra már nincs idő, hogy
baromi sokat beszéljünk róla, de annyi mindenképp kell, hogy én ugye a címét olvastam el, te meg elmondod, hogy mi volt benne a cikkben. Jó. Jó? Akkor kis zene után jövünk vissza. Elég, ha csak a címeket mondom? Te tudni fogod, hogy miről van szó. Hát a... Tibi. Na, ja, akik csak most kapcsolódnak be az adásba, mondjuk az egy milyen érdekes helyzet, hogy valaki innentől kezdve hallgatja csak az adást, de mondjuk, hogy akkor elmondjuk, hogy ez az a közéleti blokk, amikor én olyan hírekkel találkozom, mely híreket sem kedvem, sem ízlésem, sem gyomrom nincs elolvasni, és ezekről mindig tőled szoktam tájékozódni. Tibi, az első. Matolcsy György keményen nekiment Varga Mihálynak. Ha azt mondod, hogy ez egy pankráció volt, akkor azt mondom, hogy belekattintok a cikkbe, és megnézem a videót, de azt gyanítom, hogy nem erről van szó. Jó, most egy kicsit dramatizáltam, mert belekattintottam. És mit láttál? És Tibi, egy mondatig jutottam. Matolcsy György szerint először is nem igaz, hogy véget ért volna az új magyar aranykor. Tibi, Varga Mihály azt mondta, hogy véget ért az új magyar aranykor. Nem hallottam személy szerint, én is csak olvastam, hogy ugye, hogy van az a kormányzati, tehát hogy ilyen kettős kampány, vagy kommunikáció van, tehát hogy készüljünk fel arra, hogy mi van, hogyha beindul a recesszió. Ja, hogy akkor is mondhassák azt, hogy mi szóltunk előre? Igen. Más, meg ugye az, hogy hát, hogy, de, hogy ugye az van, hogy amikor a sikerek vannak, tehát nagy GDP növekedés, meg nem tudom micsoda, akkor az ugye mindig a mi teljesítményünk. Amikor viszont recesszió van, az mindig a világgazdaság hibája. És tehát akkor ez a kettős beszéd. Varga Mihály kapta, hát, most már nem először, azt a hálátlan szerepet, hát, hogy mondja azt, hogy készülni kell arra, hogy a világ nem jó irányba halad, és mi hiába vagyunk iszonyatosan kurva jók. Akkor is. Sajnos méretünknél fogva hatással lesz. Matolcsy György pedig, ugye ő pedig az a bohóca ebben a... Akinek egy piros pötty van a seggén. Aki pedig hát a pozitívumok. Tehát ő mondja mindig az optimistát. Uh-huh. De ez a szomorú bohóc, vidám bohóc jelenetet adják elő. De mert hogy volt most Varga Mihálynak egy beszéde valahol, ahol... Már nem tudom, hol... A realitás talaján adott elő bűvész mutatványokat? Még csak azt sem mondanám, hogy a realitás talaján. De valószínűleg, hát ugye vannak olyan helyzetek, amikor ugye a veretes hazugságokkal hát nem lehet annyira előre jutni. Tehát vannak olyan körülmények, amikor nem tudsz tényleg szemtelenül, szemérmetlenül, gátlástalanul hazudozni. Tehát mondasz tényleg valami olyasmit, ami hát közelebb áll az igazsághoz, mint egy mondjuk egy klasszik marketing. Mert hogy sajnos miniszterelnökünknek az szerintem az egyetlen nagy tragédiája, hogy mégiscsak a fizika, matematika, a gazdaság, stb. Törvényei szerint működő világban kell neki léteznie, hogy... és ott kell bemutatnia irgalmatlan nagy bűvésztrükköket. És ugye néha szembesülnie kell ezzel, hogy sajnos... Nem mindig fizetett. Nem tudjuk átlépni a fénysebességet. Meg, hogy ő nem mindig fizetett nézők előtt. Nagyon szép, Tibi. Nagyon szép, így van. Mert ha ugye mindenki fizetett néző lesz, akkor ki az Istennek mutassa be a bűvészmutatványt? Hát ez ennyi. Nem, jó. És nekem ennyi elég is. Következő. Orbán Viktor megint bejelentette, hogy a jövő elkezdődött. Szorosan kapcsolódik az előző témához. Ebben nem kattintottam bele. Ne is, de mondjuk itt én sem tudok mit mondani. Te se kattintottál bele? Nem. Én Orbán Viktor, tehát hogy például nem tudom, hogy mi történt Köcsén. Csak tudom, hogy volt. Na, azt fel se írtam magamnak, hogy mi volt ott. Nem tudod, mi volt? Nem mondott valami nagyot? Nem tudom, mert már nem érdekel. De nem ott szoktak jelölni? De Tibi, ja Istenem, hagyjál már, te minden szaros hülye cikket elolvasol, ami egyébként teljesen érdektelen, és pontosan tudod, hogy mi van benne, és mégis elolvasod. Pont Köcséről nem olvastál semmit. Ne próbáld már velem elhitetni ezt a hülyeséget. Nem érdekel az, hogy Orbán Viktor mit mond. De ettől függetlenül figyelemmel kíséred. De figyelemmel kíséred. Nem. Orbán Viktor beszédeit nem kísérem figyelemmel. Nem a beszédeiről van szó, hanem ez a köcse szokott lenni az, amikor megmondja, hogy na hát most akkor egy évre mi a következő? Igen. Mire kell felkészülni? Ott például ő nem bűvész mutatványokat mutat be. Ekkor szokott az lenni, amikor az Index vagy valamelyik mondja, hogy mit tudom én, saját magukat megnevezni nem akaró belső informátoraink szerint, szűk körben Orbán Viktor azt mondta, hogy mit tudom én, gepárdot fog enni.
Most nem a szegény gepárdokat hozom elő mindig ebben az adásban, de hogy mond valamit. És akkor mindenki tudja, hogy most ez lesz a... És mi általában egy szokott megjönni. Szerintem ilyen alkalmakkor jelölte ki a kampányüzenetet, elmondta, hogy mi fog történni Európában, ilyesmi. Most nem volt semmi. Hát én nem tudok róla. Vagy nagy hallgatás, tehát hogy tényleg mindenki befogta a pofáját, mert egyébként elméletileg az van, hogy ami köcsén történik, az ott is marad. Az ott is marad. Tehát ez a, egyébként ezzel kimondottan az egyik leglényegesebb. De az is lehet, hogy a kormány, vagy hát a belső körtagjai tréfás szexuális sorversenyen vettek részt? Ezért van az, hogy ami köcsén történt, az ott is marad? Nem tudjuk pontosan. Ez tényleg nagyon kevés minden szivárgott ki. Tehát igazándiból, tehát mindenki azt mondta, hogy hát ja, jó beszéd volt, meg hogy okos volt Orbán Viktor, meg hogy nem tudom, ennyi. De ott volt, azt, ott volt. Ott volt, láttuk. Szerintem nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogy ő előzött meg engem az autópályán visszafele. Kicsoda, Orbán Viktor? Aha, képzeld el, mentem az M7-es autópályán Budapest felé. Igen. A magad megszokott, hát a magad kényelmes. Megszokott kényelmes tempójával. 58 éves tempójával. És egyszer csak 120 megjelölt. Körülbelül? Hát a 120-125. Igen. És megjelent mögöttem a távolban, hát egy nagyon erőteljes villogó kék fények. Igen. És hát elszáguldott mellettem, ugye lehúzódtam természetesen, elszáguldott mellettem egy nagy Mercedes terepjáró, meg egy nagy fekete Audi. Ez egyik sem a miniszterelnök úr. És szerintem most szállították. Mindig szállítják, Tibi, sose ő vezet. De sokszor ő vezeti. Soha. A Volkswagen mikrobuszát rendszeresen vezeti. Nem mondod, hogy befér a hasa a kormány mögé még. Bizony. Szerintem direkt megcsinálták neki. Szerintem egyedileg épített autó. Valószínűleg. Mindegy, mert úgy... Úgy van már, miniszterelnök úr mondja, tényleg akar vezetni? Ó, ki kell szedni a kurva első ülést, mert csak a hátsó ülésről tud már kormányozni. Na mindegy, és akkor... És úgy van neki, hogy van egy ilyen műkar, amit ilyenkor felhúz a karjára, és azzal érje el a kormányt a hátsó ülésre. És hogy ugye úgy volt, hogy másfél sávot foglaltak el. Miért? Mert hogy úgy követte a... Mert hogy neki szabad. Mercedes terepjáró, egyébként durván olyan 180 és 200 km/h közötti sebességgel. De figyelj, mentek. Ha megkülönböztető jelzés van, akkor nekik szabad. Hogy ugye, hogy ő a két kereke közé vette a mit? Elválasztó sávot, és a belső sávban haladt a védendő személy, és mellette kicsit védő pozícióban pedig. Hát ez a... De Tibi, film, a köcse az nem arra van. Köcse arra van? Ez nem Erdélyben van? Nem. Erdélyben mi van? Tusványos fürdő. Ez meg Köccse. Ó, basszus. Tusványos a népnek szól, Köccse pedig a belső körnek. Hol szoktak bográcsozni? Az melyik a bográcsozós? Ahol... Azt szerintem az a Köccse. Ahol Darva Szilárd vagy. Milyen Szilárd? Német Szilárd. Német Szilárd szokott főzni. Azt szerintem az Köccse. Az Köccse. Az Köccse. Köccse ott van Balaton őszöd alatt. Tényleg? Igen. Nem mondod. De. De mi van ott? Mi van Köccsén? Ah, valami kúria, nem tudom. Nevezi. Az béreli. Ki mi nevezi így? Tényleg? Aha. Nézd, már se tudtam, hol vannak. Ha nagyon akartam volna valamit, akkor rossz irányba indultam volna. Biztos. El. És hogy volt? Elszáguldottak mellette, de neked volt még annyi jelenlékted, hogy gyorsan letekerted az ablakot, és átköptél, remélem. Hát... Vagy nem vagy már ilyen gyors? Nem már. Vagy úgy volt, hogy nagyon gyorsan átköptél, csak nem húztad le az ablakot. Már a régi rutinok. Most már csak erre vagy képes. Na jó, hát ennyi. Tehát akkor Köccséről nem tudunk semmit. De nem is volt felírva nekem, tehát nem tudom, miért mondtad ezt. Nekem csak az volt, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy a jövő elkezdődött. Ez egyébként bármelyik időpillanatban... Bocsánat, én... De nyilván Köccsén jelentette be, hiszen de Tibi, ott mindig, volt felépése. De Tibi, mindig elkezdődik a jövő. Jó, az nyilván. Most is elkezdődik a jövő. Meg most is. Sőt, most is. Most is. Na, menjünk tovább. Most is. Na, kérlek szépen, a Brexitet azért nem kérdezem meg tőled. Igen. Mert mindent tudok róla. Ó. Mert képzeld el, engem ez érdekel. De nem úgy érdekel, mint egy olyan folyamat vagy olyan esemény sorozat, mely befolyásolhatja Anglia, Nagy-Britannia, Európa vagy az én életemet, hanem egy bohóc tréfaként követem, és kifejezetten élvezem. Tehát mindent tudok róla. Te is tudsz mindent? Nagyjából igen. Szerinted mi lesz most? Boris Johnson mit fog csinálni? Tényleg börtönbe megy inkább? Annyira nem bátor gyerek.
Hát, meg annyira nem is hülye. Azt nem tudom. Azt nem tudom, elég hülyeségeket beszél. Az más. De azt mondják, hogy nem csak ez nem csak a külső marketing, hanem hozzá közel álló, magukat megnevezni nem kívánó brit források szerint, hogy ennél többet nem is gondol, mint amennyit mond. Mondjuk még ezt is el tudom képzelni. Én mindig őszintén megdöbbenek, amikor rájövök, nyilván sokszor rájöttem már, csak pont annyiszor el is felejtettem, hogy ő London polgármestere is volt. Igen. Meg külügyminiszter? Valami volt meg. Hát. De az csak valami rövid ideig volt szerintem. De London polgármester az évekig volt. Tehát mégiscsak elbánt egy város, a világ egyik legnagyobb városával. Ettől még lehet hülye, persze. Ott van Tarlós István. Vagy ott van Donald Trump. Ő nem volt főpolgármester. Ja nem, de hogy hülye. Ja hülye. Ja ugye egész országgal benne kell. Jó, akkor a Brexitet hagyjuk. Hagyjuk. De figyelj, már ellapoztam. Már ne nézd már, most a tetoválás jelent meg. Az is fel van írva, de azt majd a következő adásban. Jó, oké. Putyin pártja a mandátum a harmadát veszítette el Moszkvában. Ennél erről egy kicsivel többet tudok, de nem sokkal. Hát, hogy ez valami helyhatósági választás volt, és ráadásul nem is országos méretű, hanem csak néhány hát ugye körzetben. Bizonyos 16 darab körzetben volt választás. De hogy ez jelente valamit, Tibi? Hát igen. De ez nekünk jót jelent? Vége lesz egyszer vala a Putyin rendszerének, Tibi? Biztos, hogy hány lesz. 140 éves már. Bármennyire is ki van simítva az arca, ugye a botox injekcióknak áldásos hatása de miatt. Sajnos akkor az kor, tehát ő még egy ciklust szeretne. Az még szabad neki? Hát az... Nem kell megint helyet cserélni a miniszterelnökkel? Hát, valahogy megoldják. Én is azt gondolom. Tehát nem úgy lesz, hogy ott fő a fejük, és lemondol legyen Putyin, hogy jó, akkor befejeztem. De figyelj már, most egy általános kérdést teszek fel, és nem fair, hogy az adás utolsó negyedébe teszem ezt fel, amikor már mind a ketten fáradtak vagyunk. De tényleg ekkora nagy kábítószer a hatalom? Tehát, hogy ennyire nehéz lemondani róla? Hát egyrészt azt gondolom. Putyin is mennyi? 20-hány éve már? Nem. Kurva régóta. Hát, szerintem 20 éve van. Hát mondjuk 2000 környéken kezdte. Vagy 90? Hát. Ja, lehet, hogy 20 éve. Mondjuk, hogy 20 éve. Ja, 20 év. Hát figyelj, már mit akar még? Hát Oroszország fura hely. De most nem Oroszországról beszélek. De ez, szerintem ebből a szempontból ez egy nagyon fontos kérdés, és Putyinról nekem ebből a szempontból árnyaltabb a véleményem. Na. Hogy van szerinted pozitív oldala? Én azt gondolom, hogy van. Hopp. Megleptél, Tibi. Időzatás vége felé. Tehát, hogy az orosz társadalom, mint olyan, az mérhetetlenül nem érett még arra a fajta demokráciára. Melyre a magyar társadalom már igen? A magyar társadalom se annyira, de arra semmiképp sem, mint amit feltételeztünk, hogy igen. Tehát, hogy azért azt figyelembe kell venni, hogy jó, és Putyin sem tett sokat hozzá a demokráciához, ezt tegyük hozzá. Nem. A probléma ott van, és Putyin szerintem ezt egyébként sokszor lesakkozta a fejébe, hogy akkor, hogyha ő ezt irányítatlanul ott hagyja a francba, akkor szerintem Oroszországban rohadt nagy gebaszok lesznek. Tibi, én ezt értem, vagyis hát ismerem ezt a fajta magyarázatot. De én nem azt gondolom, hogy ez motiválná Vlagyimir Valamirovicsot. De azt gondolom, hogy az viszont... Hanem inkább él azzal a lehetőséggel, hogy az a társadalom, mely őt az élére választotta, ő neki sokkal szimpatikusabb ez a fajta országvezetés, az mint egy demokrácia. Ez így van. És ő ezzel visszaér. Ezzel... Nem azt gondolom, hogy ő kezében tartja a gyeplőt. Tehát nem azért nem dobja a lovak közé a gyeplőt, hogy akkor legyen demokrácia, mert hogy attól fél, hogy abból káosz lenne. Nem azért, hanem azért, mert hogy ő nagyon szeret a világ ez kétségkívül így egyik van. Legnagyobb hatalmának. És ő, ő, saját, ő, saját, ő saját maga el is hiszi magáról, hogy nélküle Oroszország nem lenne semmi. Én szerintem mélységesen ebben a hídben van. De szerintem ő még csak nem is az országért aggódik. Szerintem ő magáért aggódik. Mint egy hatalomittas ember. Mint mondjuk, mi szerintem Orbán Viktor Magyarországért aggódik? Jó, hát róla. Vagy Európáért aggódik tényleg? Nyilván nem. Hát magáért nem aggódik. Gondolom, igen. Hogy jól tudjon szórakozni, ami még teheti. Igen. Jó, akkor igen. Jó, így viszont megválaszoltam a saját magam kérdését. Jó, oké. Ez van. Gyerekek, ez valamikor hagyjuk, csak szólok. Jó. De ezt nem írtam. Ja, de fölírtam most. Igen, jó, oké. Akkor erről most, tehát ebből azért messze menő következtetések nem érdemes levonni.
Hát mondjuk annyit mindenki, arra, annyit mindenképp, várj csak, hogy mert magamat fogom most fikázni. Tehát, hogy a hozzám hasonló, ilyen nagyon messziről valamire ránéző, felületes véleményt formáló embereknek mondom, úgyis, mint magamnak, tehát, hogy nincs olyan, hogy az oroszok hülyék. Nincs olyan se, hogy a magyarok hülyék. Ezt meg azoknak mondom, akik messziről néznek Magyarországra. De minden egyes helyzetben vannak azért olyan emberek, akik mondjuk egyrészt mondjuk nem értenek egyet azzal, ami éppen zajlik, és ne agyis, még tesznek is érte. Na, Oroszországban is vannak ilyen emberek. Igen. Tehát például az ő szavazataik miatt került most ilyen helyzetbe, esetleg nem tudom, mi ez, Moszkva. Tehát igen, tehát azért az, hogy mégiscsak kialakul egy kicsit polgárosodó réteg, és egy kicsit tényleg abban hívő réteg, hogy tényleg van értelme mondjuk egy moszkvai városi tanácsban tenni-venni, és mondjuk vannak olyan politikusok, akik egyébként tényleg azt mondják, és Oroszországban ez bőven benne van, hogy oké, vállalom a megzánást, a börtönt, a nem tudom micsodát, mint Navalnyi úr például, azért mégiscsak el lehet érni azt, hogy a 45-ből nem 38 lett Putyin párti, hanem csak 25. Ja. Na jó. Merítsünk ebből miért erőt. Így van. Tibi, akkor viszont átevezünk egy nagyon, hát nem, a Lejtős Rézsőn nem lehet átevezni, de akkor egy Lejtős Rézsőn átvereszkedünk a következő helyszínre, mely a magyarországi önkormányzati választások. Erről azt mondom, hogy sokat ne beszélgessünk, de egy erős tippet szeretnék majd kérni tőled most. Elmondom, nyilván te is olvastad, az volt a cikknek a címe, hogy Szoros versenyben Tarlós és Karácsony. Gergely között. Hát nem, az volt, hogy Tarlós és Karácsony. És ebbe tényleg belenéztem, mert az ilyen közvélemény kutatások engem szoktak érdekelni. És most az van, nem tudom, nézte, de nézte. Tarlós István 49, Karácsony Gergely 45, Puzsér Róbert 4, többiek 1-1. Tehát azért olyan nagy energiát nem volt érdemes fektetni abba, hogy egy kicsit elaprózzuk az ellenzéki jelöltek esélyeit azzal, hogy még indítunk rodgyant idiótákat is, mert jól láthatóan azért az emberek erre nem annyira könnyen vevők. Tibi, mi lesz itt szerinted? Hogy lesz ez? Elmondjam, hogy szerintem mi lesz a végeredmény? Mi lesz szerinted? Az ellenzéki győzelemnek fogunk tapsikolni. Október 13-án, emlékeim szerint. Hát én is ebben bízom. De most nem azt kérdeztem, hogy miben bízol. Hogy... Ezt mindenki tudja, hogy miben bízol. Szerinted mi lesz? Én 100%-ot is tudnék mondani. Van ennek értelme 100%-ot mondani? Hát nehéz. De mondjuk a én azt gondolom, hogy a fővárosban lesz... Hány kerület esik el? 23-ból. Ugye 23-ból most 17. Mi? Fideszes. Polgármesterrel rendelkező kerület. Na, akkor ezt szépeljük meg, hogy mennyi lesz a választások után. Szerintem 10-11 körül lesz a Fidesz. Ó, Tibi, hát miért vagy ilyen pessimista? Szerintem 5. Maximum. 5. 5? Na várj, először is. A főpolgármester Karácsony Gergely lesz. Most ez mindegy, hogy ez most kinek jó, meg kinek nem, vagy én mit gondolok erről, vagy mit nem gondolok erről, az most mindegy. Szerintem ő lesz. És biztos vagyok benne, hogy ő lesz. Nem, szerintem biztos vagyok. Tehát mindenki erre készüljön. Nem tudom ki, nek az életét milyen szempontból befolyásolja. És a kerületekben én azt mondom, hogy meg fog feleződni. Tehát jó, a 17-nek a fele az nem 5, de... 8. Mondjuk 8. Vagy 7. 7. Tehát csúfos vereséget mér az ellenzék a Fideszre. A Fidesz KDNP-re. Tényleg ilyen sok ellenzéki polgármester van. Ezt nem is tudtam. Mármint, hogy a hát 23-ból... Igen. Mennyi ez? Mennyi? 6. 6. Nem tudtam, hogy 6. És ez mind szocialista, vagy van más is? Hát, fura. Tehát, hogy ugye... Hát ezt meg hogy érted? Az a Karácsony Gergő sem szocialista. Ja, értem, igen. Meg egy, hát akkor már a korábbi választásokon is úgy nyert. Tehát szerintem azt hiszem két tuti szoci polgármester van, a többi az mindegy. Elég összetett. Na jó, a jelenlegi helyzet az annyira nem érdekes. Én elmondtam a jövendőlésemet. Te is elmondtad? Én is elmondtam. Szerinted ki lesz a főpolgármester? Szerintem Karácsony Gergely lesz a főpolgármester. Tehát nem Berki Krisztián. Semmiképp sem. És nem is Puzsér Róbert. És nem is Puzsér Róbert. Szerencsétlen kis hülye. Mégis mit gondolt? Tényleg mit gondolt? Engedd meg, hogy ide citáljam, mert ide illik. Kálmán Olga tündöklése és bukása. Te örültél nekem, mikor őt jelölték?
Sőt, szerintem még esélyesnek is tartottad. Nem, Karácsony Gergelyt mondtad, jó. De nem mondtad azt, amit én, tehát nem üvöltöztél, hogy... Nem. Igen, emlékszem, te a józan hangon nyilatkoztál az ügyben. Tibi, most mindegy is, hogy szerepeltél az előválasztásokon, meg hogy mi történt azóta. Nem, pont arról akkor beszélni, hogy mi történt azóta. Kálmán Olga gyakorlatilag lenullázta magát. Ezt jól gondolom? Elmondjam, hogy milyen csodálatos mérőszámot találtam erre. Nem tudom, szoktál-e figyelemmel kísérni, hogy én figyelemmel kísérem az ő patreonos jelenlétét. Jaj, azt mondtad, igen. Most négyen vannak. Négy. A csúcs volt azt hiszem a 12. Kettő. Akkor azon röhögtem. Most négy. Nagy dírrel durral elindította a kálmánolga.hu-t, melyet ugye felfüggesztette a működését, mikor ő jelöltette magát főpolgármesternek. És gondolta volna az ember, hogy hát akkor ez a népszerűség, vagy ismertség mindenképpen együtt jár majd azzal, hogy az ő támogató emberek száma megnövekszik. Nem. Nulla, semmi. Tehát ő már nem mehet vissza újságírónak, hát ha egy minimális kis újságírói szakmai becsülete van, ő ebben az országban már nem lesz újságíró, de mondjuk 10 évig nem, addigra talán elfelejtik az emberek, hogy ő mit szeretett volna csinálni, és addig mit fog csinálni? Mi lesz Kálmán Olgával? Majdnem elkezdtem aggódni. Most olvastam, hogy... Nem mondod, van hír róla. Hogy van valami... Mi? Potenciális állása. De vagy mi? Ahova fog menni. De mi? Itt, de újságírói? Újságírói. De hol? Hír TV? Komolyan elfelejtettem. Ugye az volt, hogy ugye ő, mikor vége volt a ennek a nagy előválasztási mizériának. Akkor ő? Hát akkor ő kórházba vonult. Kórházba? Igen. Ezt nem tudtam. Hát egy durván 6-7-es műtét volt, meg nem tudom, jaj, tehát abszolút hát, izé, akkor, tehát hogy akkor ő nem csinált semmit. Akkor a fikázáson egy részét most azonnal visszavonom szégyen szemben. Ő most jött ki egy-két hete talán. De meggyógyult? Meggyógyult. Összerakták? Összerakták. Mert ő volt már régebben kórházban valami miatt? Hát szerintem most is ugyanam miatt van, tehát ez a valami... Jaj. Porc meg, jaj, nem tudom, jó, valami ezért, tehát hogy ilyen... Tehát nem a hosszas, tehát beteg, nem a hosszas betegség. Hát ez a, most éppen mankóval mászkál. Tehát nem az úgynevezett hosszas betegség. Nem a hosszas, nem. Tegnap nem este a... elhunyt. Nem. Csak hát műtétje volt, és hát lábadozik. Nem lehet, hogy csak tehát, hogy alibiből ment be kórházba? Mert ugye ő nagy ígérettel, nagy fogadkozással indult neki a választási kampánynak, hogy ő ott lesz Karácsony Gergely mögött, és ott fogja támogatni. Tehát ő azt ígért, hogy a nyakába veszi Karácsony Gergelyt, és végig fogja loholni vele Budapestet. Hát figyelj, nyáron... Ez képest nem jelent meg. Most mondod, hogy akkor kórházban hát, volt. Hát kórházban volt, meg nyáron egyébként sem csinált senki semmit. De már elindult a kampány. Hát... Azt mit csinált? Semmit sem nem csinált. Tudom. Mondjuk azért én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnám megtolni Karácsony Gergely szekerét. Nem Orbán Viktor, hanem Kálmán Olga. Hirtelen nem tudom, miért mondtam Kálmán Olga, helyett Orbán Viktort. Én azt kérném Olgát, hogy Olga ne. Néni ne. Ahogy hát, Lizanágy. Figyelj, maximum izé, tehát elmegy ilyen. Milyen? Hát nem tudom, olyan... Kommunikációs tanácsadónak? Nem, olyan körökbe megy el, tehát olyan kis. Ahol nem ismerik. Nem, ahol olyan emberek vannak. Egy tanzániai törzshöz. Akik őt szeretik. Tisztelik, szeretik, és ők ettől egy nyugdíjas klubba. Őket erősíti abban a hitben, hogy érdemes Karácsony Gergőre szavazni. Na de Tibi, hol vannak azok a kisebb körök, ahol Kálmán Olgát tisztelik és szeretik? A Gyurcsány család? Hát annál szerintem nyilván szélesebb, hiszen nem véletlenül kapott ő 30%-ot. Szerintem véletlenül. Hát ebben különbözik a vélemény. Szerintem teljesen véletlenül kapott. Azoktól, jó, hát ezt nem tudjuk megfejteni. Azoktól kapta, akiknek fogalma sincs, hogy Kálmán Olga kvalitásai mit tesznek lehetővé, és mit nem. Jó, van, nem bántam Kálmán Olgát. De akkor meggyógyult. Te fikázhatom hát tovább. Ki, meggyógyult. Jó. Sok Patreon támogatót kívánok neki. Tudod, mit szoktak ilyenkor csinálni az ilyen vagy hasonló helyzetbe kerülő emberek? Könyvet írnak. Én azt gondolom, Kálmán Olga fog írni egy könyvet. Ne lepődj meg, hogyha megjelenik. Kálmán Olga, nem tudom én, valamilyen könyve. Jakubcsak Gabriella is írt vagy 400 könyvet, mióta kirúgták mindenhonnan. Igen. Persze. Őrült siker. Őrült siker. Nyilván a Nőklapja reklámozni fogja. A Nőklapja az kié? Az a NER része a Nőklapja? Szerintem nem. Nem? Azt hiszem. Az valamilyen külső? Szerintem Szanoma vagy valami ilyesmi volt. Vagy Gomorra? Vagy valami más. Nem vagy jó. Nem tudom sose. Követtem. Viszont Tibi, képzeld el, ha már Kálmán Olga tündöklése és bukása, képzeld el, megtaláltam azt az embert, aki Vejszer Alindát Szlovákiába vitte.
De nem mondhatom meg. De hogy? Megmondhatnám. De nem akarom. De nem akarom, nem, tényleg nem. Közel egy órás beszélgetést folytattam azzal az emberrel, aki Veszel Alindát a szlovákiai Pátria rádióhoz vitte. Hát. Most én ilyen jelentőségteljes csöndet hagytam, de nem jutott eszembe semmi, amit erről mondhatnék. Nem, csak mondom, hogy ilyen közel kerültem Veszel Alindához. Ez szép. Na, adás után elmondom, ki az, jó? Jól van. Te ismered. Egyébként nem biztos. Na jó, Tibi, befejezzük a mai adást? Szerinte fejezzük be. Milyen tanúságokat vonjunk le ebből a most már két órából? Ez a gyomrod volt? Ez a gyomrom volt. Hát én egyetlen tanúságot tudnék levonni most. Hát jobban fel kellett volna öltöznöm. Hmm. Azért te egy született rádiós vagy. Jó veled beszélgetni. Úgy mély nyomokat hagynak benned, mély nagy barázdákat szánt a te rádiós ekéd a fejedben. Jövő héten Csár Géza lesz. Mindenképpen beszélek Csár Gézáról. Sokat várok a kiállítás megtekintését. Ingyen fogom megnézni. Sőt, képzeld, de fotózhatok is. Merül vagyok a körön, Tibi. Azta. Csak jöjjenek a dollárok. Na jó van. Figyelj, Tibi, mindenképpen meg kell ismételni a főbb, mi ez, üzeneteket. Tehát az elején műsor ismertető, a végén pedig a tanulságok levonása. Úgyis, mint szintetizátor művészeket keresünk, hát egyrészt, ha van köztetek olyan, ha nincs, akkor ismertek olyat, vagy itt, és itt most ez egy kibővített lehetőség, ha ismertek olyan helyet, ahol a rezidens szintetizátor művész tevékenykedik, akkor szóljatok, hát ha maga a hely is tökéletesen alkalmas arra, hogy összegyűjjünk, és meghányjuk, vessük egymás és magunk közös dolgait. Támogatod te ezt a szintetizátor művészes, poharazgatós, szalonnasütős, bűvésztrikkös, táncos, zenés rendezvényt? Persze. Ja. Úgy is alakul ez még. Alakul ez még, így van. Veszettem. De jól alakul, nem? Jó, figyelj, ez még... Figyelj, egyre többet tudunk a rendezvényről. Igen. És a végén, mint egy ordas, nagy, hatalmas bomba, úgy fog megszólalni, felrobbanni a dátum. Az lesz majd. Én is arra leszek kíváncsi, hogy jobban. Én azt mondom, hogy húzódj a háttérbe akkor, jó, majd meg, kiveri a szemed világát. Jó van. Érted, az 2038. Május 4. Nem. Idén lesz. Idén. Most mondtam egy súlyosat. Elhelyeztem egy kisebb bombát most, ami fel fog robbanni, majd az emberek kicsit végig gondolják, hogy mit hallottak az előbb. Idén. Idén, bizony. Ezt nem mondom el többször. Jó. Idén lesz. 2019. Úgy lesz majd. Jó, nem mondok sem. Ugye érezni fogják, Tibi, szeretem, amikor nézed az órát, és majdnem belealszol bele, hogy te is valamikor érzed, hogy jön valami. Nem tudod mi, de érzed, tehát valamiért, mert az embernek nem csak hány érzékszervünk van? Öt? Meg a hatodik. Na jó, a hatodik az, ami rejtélyes. De ez a középső szem, nem? Meg ez, tehát öt érzékszervünk van. Igen. De biztos, hogy van az embernek, ez már régóta tudjuk, hogy vannak még érzékszervei, melyről most a tudomány mai állása szerint nem tudunk, de van például az, hogy az emberek tudják, hogy ha hátulról nézik őket, hogy megérzik. Hallottál már ilyenről? Igen, ez a hatodik. Jó, mondjuk a hatodik, most tök mindegy. És van ilyen is szerintem, hogy az ember érzi, hogy közeledik valami. Valami, nem tudom, a légnyomás megnő, vagy valami, érted, elhallgatnak a madarak, az állatok visszavonulnak oduikba, rejtek helyeikre. Így fogjátok érezni, amikor közeledik a Gomba Presszó közönség találkozójának időpontja. Lehet, hogy be se kell mondanom. Lehet. Lehet, hogy jobban járnak. Hanem mindenki érezni fogja. Na jó van, gyerekek. Az Isten áldjon meg titeket. Legyetek jók. Akkor elköszönjek? Köszönj. Menjünk? Köszönjünk. Menjünk haza? Menjünk haza. Jó, menjünk haza, mert már elalszol nekem itt, azt meg kell ágyaznom. Ölelünk, csókolunk mindenkit. Sziasztok. Szevasztok. Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek.
Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.